Megkezdjük a konferencia első szekcióját, amely egy plenáris ülés, ahogy a programból láthatták. Valójában az különböző szekciókban folyik majd a munka, mert annyi a teendő plenáris ülésekre ezt nem lehetett megvalósítani. De úgy gondoltuk, hogy az elejére érdemes betenni egy olyan ülést, amelyen mindenki egyszerre vesz részt. És úgy döntöttünk, hogy ennek a plenáris ülésnek a témája a legnehezebb közös témát lesz. Nevezetesen, hogy hogyan váltunk el egymástól, vagy miért váltunk el egymástól. Tehát az első plenárisülés szín az első világháború és a magyar-horvát államközösség felbomlása. Felkérem akkor Csemics Dénest, aki ma már szerepelt, hogy tartsa meg nyitó előadását, melynek címe Magyar tervek a horvát kérdés megoldására az első világháború idején. De mindenkit kérlek, hogy próbálja az időt betartani, és arra is kérek mindenkit, hogy ne siessen, hogy a tolmácsok dolgát ne nehezítsen túlságosan. Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Valóban egy talán a konferenciának a úgymond legkényesebb témájával kezdünk, de egy történész tanácskozásnak az a feladata, hogy ne hátráljon meg, akár a kényes kérdések megtárgyalása előtt sem. Az első világháború idején számos a délszláv kérdés monarchián belüli rendezésével kapcsolatos megoldás tervezet is született, illetve pontosabban, ha ezeket ismerjük, akkor tudjuk, hogy valójában nem akkor születtek. A dualista korszakban tökben mindvégig folyt egy állandó vita ennek a kérdésnek a megoldásáról. Különösen attól kezdve, ugye, hogy Bosznia-Hercegovinát és az osztrák-magyar monarchia megszállta, tehát 1878-tól kezdve továbbra is folytatódott ez a vita. A magyar-horvát viszonylatban a kiegyezés rendszere egy nagyon sajátos képződményt hozott létre, amit ugye szubdualizmusnak is nevezünk, azonban mégis voltak ennek olyan elemei, amelyek, mint ahogy Bánffy Dezső miniszterelnök egy 1894-ben írt elaborátumából kiderült, tulajdonképpen a két állam közötti megegyezésnek a látszatát is keltették. Ezt egyébként a horvát történelmű írt munkámban, a kérdésről szóló fejezetben meggyőződésre azt hallom, hogy Deák szándékosan alakította így. Tehát valóban ugye két országnak az országgyűlése tud csak a kérdés szerződéséről döntetni, bármilyen változás hatásáról, vagyis valóban a két állam közötti megegyezésnek a látszatát kelti. Ez, ahogy egyébként Somogyi Éva professzor asszonytól, Ressimlét és Katus Lászlótól tanultam, bizony nem véletlen, az egész osztrák-magyar, illetve magyar-horvát kérdés rendszere tele van ilyen látszólagos, de szándékos ellentmondásokkal. A első világháború idejére, legalábbis annak előestéjén úgy látszott, hogy a magyar-horvát viszony egy bizonyos nyugvópontra jutott. A 1912-es év volt talán a mélypontja a kapcsolatoknak, amikor ugye Horvátországban a budapesti kormány gyakorlatilag mai szóval élve diktatúrát vezetett be, tehát fölfüggesztette az alkotmányos rendet. Ez nyilván egy két nép közötti kapcsolatnak egy súlyosan megterhelte, de Tisza István 1913-14-ben sikeresen megegyezett a horvát-szerb koalícióval, amely gyakorlatilag hatalomra is került, részben az ő segítségével is Horvátországban. Sajnos, és az egész első világháborúval majd meg fog mutatkozni, mert a politikai viszonyban Tisza István félreismerte a horvát, illetve a délszláv helyzetet. Ugyanis akivel ő megegyezett, a horvát-szerb koalíció tényleges vezetője, Svetozar Pribicevic, nem valódi megegyezésre törekedett Budapesttel, és főleg nem képviselte azt, hogy Horvátország valódi érdekei szerint egyezzen meg Magyarországgal. Ugye a történelmi források időnként fennmaradnak, olyan források is, amelyek kellemeslenek talán a szereplőkről nézve, hát így fönnmaradt az is, hogy Pribicevic milyen levelezésben állt Nikola Pási szerb miniszterelnökkel, és gyakorlatilag vele összhangban
némiképpen mondhatnánk úgy is, hogy utasítására cselekedett, mert a Balkán háború után 1913-ban Szerbiának békére volt szüksége, nyugalomra volt szüksége, legalábbis Pašićéknak, persze voltak olyan szerb török, akik ezt nem akarták, de más kérdés. És ezért Primicevic azt olyan leveleket kapott Pašićtól, amelyben Pašić arra kéri, hogy csendesítse le a horvátországi helyzetet, és egyezzen meg Budapesten, mert ez Szerbia legfőbb érdeke. Nos, erről Tisza István semmit sem tudott, és a legfőbb délszláv kérdésben a legfőbb tanácsait Primicevictől, majd az első világháborúban Primicevic helyetteséről és utódjára a horvát-szerb koalíció élén tőle kapta. Tehát azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen Tiszát megvetették. Erre elég későn is jött rá, gyakorlatilag csak 1918-ban, amikor már ugye nem igazán tehetett semmit. Azonban nem mindenki látta így a helyzetet Magyarországon belül, és voltak olyan magyar gondolkodók, akik szerint a délszláv kérdést meg kell próbálni megoldani úgy, hogy azokra kell támaszkodni, akik az osztrák-magyar monarchiát, pontosan nem az osztrák-magyar monarchia, hanem a Dunai monarchia, a Habsburg monarchia fennmaradását akarják. Azért nem mondom, hogy osztrák-magyar monarchiát, mert olyan horvát politikus, aki a dualista rendszert akarta volna fenntartani, gyakorlatilag az 1914-re már nem létezett. Tehát mindenképpen még a magyar barát politikusok is változást akartak. Az első világháborúban különösen fontos változás történt, hiszen ez, amit leginkább elhallgattak a horvát történetírásban, illetve a jugoszláv történetírásban, az, hogy a horvátok, bosnyákok, egyébként szlovének is az első világháborúban meglehetősen bátran harcoltak, és óriási áldozatokat hoztak, különösen az olasz, de bizony a szerbiai fronton is. Úgyhogy nem véletlen, hogy az akkori horvát bán Iván Skevec már kijelentette egyébként éppen egy magyar minisztertanácsi ülésen, hogy a horvátok feljogosítva látják magukat arra, hogy a háború utáni időre nagy nemzeti vívmányokat kívánjanak. Tehát a dualista rendszer és az 1868-as magyar-horvát kérdés megváltoztatását akarták. A magyar történetírásban nagyon sokszor, ugye amikor a magyar birodalmi tervekről beszélnek, ugye a dualista korszak és az első világháború magyar birodalmi ábrányairól, akkor nagyon sokszor belesorolják azt is, amit például Havas Rezső akart, hogy Dalmáciát csatolják a magyar koronához. Nos, ez én nem tartom egyáltalán birodalmi tervnek, ugyanis ugye az 1868-as magyar-horvát kiegyezésben ez három ponton is szerepel. Egyértelműen a magyar fél is elismeri, hogy a magyar korona része Dalmácia, és Havas Rezső az 1889-ben Dalmácia visszacsatolására egy művében nem korpusz szeparátumként akarja a magyar koronához csatolni Dalmáciát, hanem Horvát-Szlavonországhoz akarja csatolni, és azzal együtt a magyar koronához. Tehát ez nem birodalmi terve, de a horvát nemzeti érdek is egyben. Nos, Bosznia-Hercegovinával kapcsolatban persze egy kicsit bonyolultabb a helyzet, mert ugye Bosznia-Hercegovinában nem csak katolikusok laktak, illetve laknak, hanem ugye muzulmánok és ortodoxok is, de éppen ebben a korszakban, a 20. század első másfél évtizedében a muzulmánok és a horvátok között jó politikai kapcsolatról beszélhetünk. Tehát az, hogy Bosznia-Hercegovina hova tartozzon, azt nem olyan egyértelmű megítélni, tehát nyilván az ortodoxok kezdettől fogva szeretnék, hogyha Szerbiához csatlakozna, ugye már 1876-ban a bosznia felkelések ki is mondják, ezt a monarchia megakadályozza az okupációval, majd 1908-ban végképp kenyértörésre viszi az orosz Szerbiával, akkor, amikor Bosznia-Hercegovinát annektálja, tehát közvetlenül a monarchiához csatolja. Viszont a horvát elképzelések, amelyekben Bosznia-Hercegovina is szerepel, tehát nem csak Dalmácia, ez már semmiképpen nem talál támogatásra a magyar kormánynál. Tisza István ezekről a törekvésekről igen negatívan vélekedett, egyenesen azt mondta, hogy idézem, a horvátok tetemes része trialista nagyhorvát hóbortok tévútjain kalandozik. Ennek ellenére az első világháború, a fronthelyzet komoly változásokat hozott ezen a téren is.
amikor éppen a központi hatalmak álltak nyerőre, és az orosz Lengyelországot, tehát Lengyelországot az orosz birodalomhoz tartozó részét, hogy a központi hatalmak csapatai előbb átmentek, aztán persze később tartósan megszerezték, de már 15-ben is ugye a nyerésre álltak látszólag, akkor fölmerült az a kérdés, hogy ha Lengyelországot, ezt az orosz Lengyelországot egyesítik Galíciával, akkor Magyarországnak egy kompenzációként vehesse ténylegesen birtokba Dalmáciát, ami az 1867-es osztrák-magyar kérdés után ténylegesen ugye osztrák igazgatás alatt maradt a horvátok egyébként nagybánatán. Ugyancsak fölmerült ebben az esetben Bosznia-Hercegovina a magyar koronához való csatolásának az ötlete is. A magyar sajtóban ezt már mondhatni évtizedek óta emlegették, már a 19. század végén is ez ugye szóba került, és a 20. század elején is állandó sajtópolémiák tárgya volt. De a kormányzat ezekkel az ötletekkel nagyon sokáig nem akart foglalkozni. Tulajdonképpen némiképpen egy boszniai horvát történész egy munkája adta az ötletet ahhoz, hogy ennek a kérdésnek is egy kicsit jobban utána nézek. Lukács Gyakovics írta még a 80-as évek végén egy könyvet a Bosznia-Hercegovina helyzetéről az osztrák-magyar monarchiában az első világháború alatt, és ott ő idéz egy forrást, egy magyar miniszter tanácsülést 1915. október 2-áról, amelyen szerinte a magyar kormány döntött arról, hogy Dalmáciát és Bosznia-Hercegovinát elcsatolja és Magyarországhoz csatolja. Nos, egy kicsit éppen a bevezetőben említett ismereteim alapján, amit szereztem az osztrák-magyar monarchia bonyolult közögi rendszeréhez, hát nekem nagyon gyanús volt ez az állítás. Ilyenkor hát mit kell tenni egy történésznek, megnézi a forrást. Ugye Iványi Emma kiadta az első általános miniszter tanácsi jegyzőkönyveket egyébként nem csak magyarul, hanem németül is, úgyhogy Gyakovics egyébként a német forrást használva nem tudott magyarul. Nos, megnéztem a forrást, és természetesen az igaz, hogy az 1915. október 2. kormányzat minisztertanács ülésen a magyar kormány foglalkozott ezzel az ügyel, de nem a horvátok háta mögött, mert a horvát bánya nem volt, sőt, meg föl is szólalt az ügyben, és természetesen támogatta azt az ötletet, hogy amennyiben ugye Ausztriához csatolják Lengyelországot, akkor de feltételes módon beszél az egész kormányülés egyébként, tehát határozatról szó sincs. Amennyiben Ausztriához csatolják Lengyelországot, akkor Dalmáciát a fennálló törvényes rendelkezés értelmében, úgy mondja a horvát Lánskermet kíván, mert hát ugye a 1868-as kérdésben ez úgy is szerepel, tehát csatolják Horvátországhoz és azon keresztül a magyar koronához, és ő szintén javasolja ezt egyébként Bosznia-Hercegovinával is. Nos, végül Tisza István zárja az ülést azzal, hogy rendben, tehát a Dalmáciával ezt, amennyiben így erre sor kerül, amennyiben sor kerül erre a cserére, illetve közöki változtatásra, akkor abban az esetben természetesen Dalmáciát minden különösebb probléma nélkül kellene átcsatolni, viszont Bosznia-Hercegovinát is, de az a Bosznia-Hercegovina lakóit ugye meg kell kérdezni. Nos, nem lesz ennek a ügynek közjogi folytatása ebben az időszakban. Tehát nem történik meg átcsatolás. Ami a folytatást illeti, 1918. október 1-én foglalkozik a magyar minisztertanács ezzel a kérdéssel értemben, ekkor valóban döntést is hoz, de ennek megint vannak előzményei. Hát legelőször is az, hogy tulajdonképpen úgy kezdődik a téma, úgy vetődik fel a minisztertanács ülésen, hogy a horvát Szlavon Dalmát miniszter jelentést tesz az uralkodóval folytatott, etányban folytatott megbeszéléséről. Az uralkodó negyedik Károly pedig előzőleg már ugye egy hosszas tárgyalásokat folytatott a délszláv politikusokkal erről a kérdésről, és valóban ekkor a magyar minisztertanács azt a határozatot hozza, hogy ugye Dalmáciát
ugye a Magyar Szent Korán, azért a közvetlen horvátszlávon országhoz kell csatolni. Bosznia-Hercegovinát szintén, de csak akkor megemlítik, ha a Bosznia-Hercegovinát akkor is így akarják. Illetve, ami nagyon fontos még ekkor, amikor döntést hoznak, akkor is hangsúlyozzák, de mindenről természetesen a magyar parlamentet, az ausztriait és a horvátországgyűlés is meg kell kérdezni, valamint természetesen az uralkodót. Tehát ilyen súlyú közügyi kérdésben a magyar kormány nem hozhat saját maga végleges döntést. A közvéleményben persze, most csak a magyarról beszélek, mert a horvátról majd Griák kolléga fog részletesebben beszélni. Többen felvetették a magyar-horvát kiegyezésnek a felülvizsgálatát, illetve az egész délszláv kérdésnek a felülvizsgálatát. Nagyon részletesen nem akarok rá kitérni, majd a tanulmányomban benne lesz, mert különben is már egyszer foglalkoztam ezzel a kérdéssel, éppen a 2008-as kiegyezéses konferenciám kötetében, de azért itt is muszáj kitérnem rá, mert két szereplő, aki ezzel foglalkozott a magyar közvéleményben, ez nagyon fontos. Nos, valóban voltak egyébként a magyar sajtóban olyan megnyilatkozások is, amelyek valóban irreális birodalmi ábrának tekinthetők, de ezekkel már Herceg Ferenc leszámolt még a 1914 előtt a Szerek szárnyán című művében, ahol a magyar imperiumista hobortokat, ahogy ő kifejezését használjam, mármint azt, hogy a horvátok feje fölött Dalmáciát és Bosznia-Hercegovinát el lehetne csatolni, és Szlavóniát is, azt ő teljesen illuzorikusnak tartja, és komolytalannak. Nos, ilyen megnyilatkozások azonban a sajtóban valóban előfordultak, ugye például Szlavónia elcsatolásának a kérdése, vagyis a magyar-horvát kiegyezés felrúgásának a kérdése az 1880-as években, 1883 után már megjelenik Pesti Frigyesnek a tollából, ugye 1885-ben a 100 politikai és történeti levél Horvátországról című művében ezt meg is említi. Pontosabban több cikkében is szerepelteti, de ez kormányzati támogatást, ezt hangsúlyozni kell, magyar részről soha nem kapott ez az ötlet. A két magyar közéleti szereplőnek a horvát kérdés megoldására, a délszláv kérdés megoldására adott javaslatával foglalkoznék zárásként. Az egyik Jászi Oszkár, aki már a világháború előtt is gyakran foglalkozott a kérdéssel, majd konkrét javaslatot is tett 1918-ban, de még az összeomlás előtt, ezt tavasszal írta, más kérdés, hogy csak összejelent meg. Ugye a Dunai Konfederációra tett javaslatában konkrétan felvázolta, hogy hogyan kellene kinéznie egy új délszláv államnak. Ugye az új Illériának magába kellene foglalni az összes horvát, szerb és szlovén területeket. A mai Horvát-Szlavonország, Dalmácia, Isztria, Bosznia-Hercegovina, a zárt szlovén területek, valamint a mai Szerbiai Montenegro egyesítéséből egy kompakt, életerős, kb. 170 ezer négyzetkilométeren közel 10 millió lelket számára államiság jönne létre. Ami érdekes, hogy nem csak, hogy még Jászi is, aki ugye kifejezetten baloldali érzelmű politikus volt, egy kérdésben egyetértett a másik konzervatív oldal képviselője is, ebben az új délszláv államban a Magyarországhoz tartozó területeket, tehát Bácskát, Bánságot nem értette vele. Tehát az Adár-Duna lett volna és a dráma. Ez persze konzervatív módon kapcsolódott a Magyarországhoz. Ami szintén érdekes, ami megint jellemző az egész korabeli gondolkodásra, ő is a katolikus délszláv népességre számított, mint a monarchiához fűző erőre, tehát arra, aki a konfederáció is ez az erő össze fogja tartani ezt az államot. Úgy ír, ezt megint idézem, az új államiság népének kisebbik fele tartoznék ugyan a római katolikus egyházhoz, de a rész kultúrája annyival régibb és intenzívebb, és egyáltalán az egész szerb-horvát terület gazdaságilag és kultúrában annyira közép-európától függ,
hogy az új Illíria sokkal inkább nyugati keresztény, semmint bizánci képződmény volna. Hát ebben tévedett, de ez más kérdés. A másik magyar értettségi, az másik oldalról jött, Bajza József. Ő egyébként más szemszögből ismerte meg a horvát kérdést. Neki Milan Schuflay nagyon jó barátja volt, az ismert horvát történész, aki egyébként a monarchia tulajdonképpen választott, de a trianista átalakításának a híve volt. Ő hatott Bajza gondolkodásmódjára, és ezért Bajza ellentétben Jászival nem akarta Szerbiát és Montenegrót bevenni semmiképpen ebbe az újonnan alakuló államba. Ő szerette volna mindvégig legalábbis a teljes összeomlásig megőrizni a magyar-horvát kapcsolatokat, tehát azt szerette volna Zágráb, bár egyesíti magával Dalmáciát, esetleg Bosznia-Hercegovinát is, bár itt Bajzának is adott, amire meg kell kérdezni a bosznia-hercegovinaiakat is erről, de azért Budapesten egy sajátos kettős kapcsolatot tartana, és Bécsen szemben egységben lépnének fel. Bajzának az volt a véleménye, hogy a horvátok nagyon rosszul járnának egy egységes délszláv államban, és sokkal jobban járnának, hogyha Magyarországon tartanák az államközösséget. Ő erősen kritizálta egyébként Tisza István kormányának a délszláv politikáját, pontosan azért, mert a horvát-szerb koalícióra támaszkodott, amiről Bajza azt mondta, hogy nem igazán híve Magyarországnak, csak megjátsza. A történet Bajzát igazolta. Viszont a meghallgatásra nem találtak a javaslatai, csak ugye, mint említettem, 1918. október 1-én, amikor már nagyon késő volt, úgyhogy Bajzának a jóslata vált be, hogyha nem változtat a magyar kormány a délszláv politikáján, akkor Zágráb utcáin nem sokára Péter király himnuszát fogják harsogni, vagy a szerb himnuszt. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Majd a végén vita lesz, tehát hozzá lehet szólni, ezért is nem kommentálnám. A következő előadó Sztyepán Matkovics lesz a Zágrábi Egyetemről. Előadásának címe az első világháború hatása a horvát politikai élet fejlődését. Miért tartsa meg előadásának? Poštovane dame i gospodo, dobro dan svima. Izbijanje prvoga svjetskog rata obilježava završnu točku evolucije znatnog dijela hrvatske politike u kasnom razdoblju Habsburške monarhije, koja se mogla izravno pratiti od početka 20. stoljeća preko pokretanja politike novog kursa, događaja izazvanih aneksijskom krizom i uvođenja komisarijata, čime je bio označen nastavak izražavanja dugotrajnih frustracija zbog neispunjenja vlastitih nacionalnih ambicija. Duboko nezadovoljstvo s pojedinim dijelovima Hrvatsko-Ugarske nagodbe kao temeljnog ustavnog akta koje određiva odnos u zajednici s Ugarskom i to u javnoj sferi najviše s interpretacijom njenih ekonomskih sadržaja bili su stalni predmet javnih rasprava. Premda su pokazatelji oči rata bili povoljni, što je bilo očito na primjerima širenja financijskih ustanova, povećanja broja dioničarskih društava i podizanje industrijskih postrojenja sa sjedištem u sjevernoj Hrvatskoj, zahtjev za većom gospodarskom samostalnošću i prevladavanje asimetrične podjele raspodjele nadležnosti bio je neizostavni dio nacionalne politike, se smatralo da se jedno na taj način moglo smanjiti gospodarsko zaostajanje za razvijenim dijelovima Ugarske, drugim područjima Srednje Europe izdignuti se iz tog perifernog statusa. Još je da kako više isticao može u hrvatskoj javnosti taj problem upravne rascjepkanosti, što je kolega Šopčević naveo u primjeru Dalmacije, da kako tu treba spomenuti i područje Istre. Navedena dva primjera dominirajućih tema o kojima se neprestano raspravljalo označavala su u suštini stalno preispitivanje dugotrajne održivosti dualizma, izražavala nakon ostvarenja što samostalnijeg političkog položaja i to u različitim varijantama. Pri tome se platno njihalo između težnje za rješenjem u legitimnom pravcu, koje podrazumijeva kao austro-ugarski okvir, ili, kad se već približavamo zbijenju Prvog svjetskog rata, radikalnom zadovoljavanju nacionalnih potreba na ruševinama dvojnog rata. Što je sad to karakteristično? U prvom su slučaju vodeći predstavnici parlamentarnih stranaka
ustrajne kritike dualizma, tražili političke odgovore na legalan način, ustrajeno osluškivanje zbivanja austro-ugarskoj politici međunarodnim odnosima, dok su u drugom eksponenti manje utjecajnih, ali vlasnih skupina sve otvorenije zagovarali primjenu revolucionarnih načela i okretali oči iznad monarhije. Zakupljeni prije svega perspektivama povezivanja južnoslavenskih prostora zbog uvjerenosti da je stvar Habsburške monarhije bila anakrona, nepopravljiva i izgubljena pred snažnim naletima ideje narodnog suvereniteta i radikalnog demokratizma. Realno sagledavajući kretanja ključnih političkih protagonista može se zaključiti da je do sarajevskog atentata i druge polovice rata prevladavala opcija traženja rješenja u okviru dvojne monarhije. Tim je više i ulazak Kraljevine Italije u Prvi svjetski rat ojačao stanovište da je opstanak Austro-Ugarske najučinkovitija zaštita od teritorijalnih aspiracija preko jadranskog susjeda. No tijek rata samo je pridonio brže evoluciji hrvatske politike. Druga je tu važna pojava koja prati te promjene, obnova i jačanje svijesti kod dijela društvenih elita o identitetskoj pripadnosti južnim Slovenima. Tu je išla i potreba uzajamnosti s nekim balkanskim narodima, kao i čvršća povezanost s pojedinim češkim prvacima unutar monarhije na tradicijama slavenofilstva koji su isto tako tijekom rata zauzeli protuhabsburšku poziciju. Južnoslavenska ideja imala je svoju tradiciju, dakle nije pala s neba, ni ustaknutu ulogu još u razdoblju preporodnog pokreta i nakon obnove ustavnog razdoblja 60. godina 19. stoljeća, kad je poslužila za suprotstavljanje pojedinim silnicama u Habsburškoj monarhiji, ali istodobno nije dolazila u koliziju s lojalnošću prema vladajućoj dinastiji. Ta ideja polazila od shvaćanja jezičke bliskosti Južnih Slavena koji su uvjetima nacionalno-integracijskih procesa i novih odnosa izazvanih raznovrsnim modernizacijskim gibanjima bili primorani na međusobnu suradnju. Međutim, glavno obilježje južnoslavenske povezanosti od kraja revolucionarne 48. sve do početka 20. stoljeća u poticanju kulturne akcije koja računala na jedinstveno tržište ideje i razmjenu iskustva. Tek sa dinastičkom promjenom na vlast u Kraljevini Srbiju i pojavom politike novog kursa na hrvatskoj javnoj sceni iz 1903. sve je vidljivije okretanje prema poticanju pokreta koji se zalagao za političkim povezivanjem i to na načelu narodnog jedinstva Hrvata i Srba, pri čemu je onda polagano i Beograd počeo simbolizirati južnoslavenski Pijemont koji predvodi taj proces ujedinjavanja. S jedne strane službenoj Srbiji odgovarao jugoslavenski pokret jer je u tim novim okolnostima jačala njena srpska pozicija prema moćnijoj Austro-Ugarskoj. Istodobno je simpatizerima tog jugoslavenskog pokreta crno-žutoj monarhiji trebao pomoći da poboljša svoje vlastite pozicije. Taj trend privlačnosti hibridne jugoslavenske ideje čvrstio se naročito nakon balkanskih ratova. U prilog jugoslavenske propagande išli su rezultati na bojištima kad su pobjede Srbije i Crne Gore podgrijavale nade dolaska sudbonosnih događaja u europskoj politici i neizbježnog raspada monarhije. S druge strane, sastav političkih intelektualnih predstavnika u hrvatskim zemljama bilo je jasno da velik dio zauzimaju oni koji su se protivili afirmaciji jugoslavenskom identitetu ili su prema njemu bili ravnodušni. Tako da se jednostavno može zaključiti da je uoči Prvog svjetskog rata društvo bilo znatno mjeri podijeljeno. Nakon propasti politike komesarijata u Banskoj Hrvatskoj, tražio se odgovarajući oblik normalizacije odnosa između najmoćnije hrvatsko-srpske koalicije i ugarskog ministra predsjednika Tise. On je postignut međusobnim sporazumom kojim je ponovo osigurano ustavno stanje. Komisarijat je tako ukinut kompromisom glavnih političkih predstavnika, a dotadašnji kraljevski komesar Škrlec imenovan za bana. Tisa je tada pokazao namjeru da se saniraju određene razlike i ukloni trenje unutar isto državne zajednice. Sa strane vodstva koalicije, koja je shvatila da se hrvatsko pitanje u zadanim okolnostima može rješavati u sklopu ugarske politike, tražila se za uzvrat provedba parlamentarnih izbora i ukidanje nekih nepopularnih mjera. Na taj način koalicija vodila politiku oportunizma koju je osigurao da preuzme dio hrvatske zemaljske uprave pod svoje kormilo, a da istodobno potisnu stranu stare unioniste pa i ostale relevantne strane. Takav je pragmatički odnos opravdan kao vođenje odgovorne politike u skladu s hrvatskim državno-pravnim položajem u Uniji,
i dopustio je da njeni prvaci osiguraju pobjedu na posljednjim parlamentarnim izborima uoči rata, da zadrže ključnu ulogu, pri čemu je koalicija uspjela da postigne neke pomake poput formiranja posebnog podjela za narodno gospodarstvo u sklopu hrvatske zemaljske vlade. Usporedno sa konsolidacijom hrvatsko-srpske koalicije u unutarnjoj politici dolazi do trajnog raskola u redovima tradicionalno popularne stranke prava, koji u velikoj mjeri pridonio slabosti one komponente u hrvatskim zemljama koje su se zalagale za primjenu hrvatskog državnog prava i pri tome odbacivale političke vrijednosti južnoslavenske ideje. Smatrajući da se nacionalni interesi mogu i trebaju riješiti upravo u sklopu Austro-Ugarske, to prvenstveno u dogovoru sa bečkim drugovima moći, s time da unatoč protunakodbenom raspoloženju nisu izbjegavane nemogućnosti pregovaranja s mađarskim državnicima, poput susreta sa Ištvanom Tisom i Šandrlom Bekerom. Dio Ravaša pod vodstvom Josipa Franka naslonio se još s izbijanjem aneksijske krize na težnju ministra vanjskih poslova Erentala da osigura monarhiji čvrsto mjesto među europskim velesilama. S obzirom da Erental pri tome zadirao na područje unutarnje politike, smatrajući da se unutarnjom reorganizacijom može osnažiti država i pri tome izići u susret hrvatskoj strani zbog njenog značaja u južnoslavenskom pitanju, vidjela se kod tih pravaša prigoda da se pokuša riješiti problem Bosne i Hercegovine u hrvatskom interesu. Dakako, taj dio političara probečke orijentacije čvrsto je vjerovao da je politika budućeg vladara prestolonasljednika Franje Ferdinanda može ići u prilog hrvatske teritorijalne integracije i postizanju veće neovisnosti prema mađarskoj strani, pa su se neki od njih povezali s takozvanim Belvedere Krugom i visokim vojnim časnicima. Međutim, svi ti pokušaji uspostave čvršćih veza nisu od stranke prava učinili onu skupinu koja bi mogla vladati u Hrvatskoj, i ona je u svim kombinacijama ostala po strani ili je bila izigrana. Uspješna provedba aneksije, rezultati i veleizdajničkog procesa u Zagrebu pokazali su da su na neki način pravaši ostali iskorišteni, prije toga da se uplaši hrvatsko-srpska koalicija i zatim da se usmjeri ona prema dogovoru s ugarskom vladom. U sklopu tih frankovačkih koncepcija, pravaških koncepcija, glavno mjesto u stvari imala ideja unutar monarhijske reforme u pravcu federalizacije, ne toliko u primjeni ideje federalizma, i oni su na njoj inzistirali. U posljednjem tom slučaju radilo se o prijedlozima ujedinjavanja južnoslavenskog područja monarhije u jednu državnu jedinicu koja bi brojala prema tadašnjem popisu stanovništva više od 7 miliona žitelja. Na taj način stvaranje jedne jedinice pod južnoslavenskim ili hrvatskim imenom, ovisi o provenijenciji tih planova unutar monarhije, u očima pojedinih političara moglo biti čak i dugoročno privlačna točka za Srbiju i Crnu Goru, a ne suprotno, čime se zamišlja drugačiji razvoj jugoslavenske ideje. Na području političke akcije uoči Prvog svjetskog rata najvidljivija je svakako oznaka korijenitih promjena u pojavi novih idejnih strojenja koja su nastale radikalizirati javnu scenu. Niz atentata pokazuje da se pripadnici dijela nacionalističke omladine više nisu zadovoljavali samo raspravama o estetskim načelima, socijalnom progresu, propitivanju uloge crkve u modernom društvu, nego su se zalagali za primjenu revolucionarnih metoda borbe jer su jedno na taj način vidjeli mogućnost ostvarivanja svojih ciljeva. Tako je nastupilo vrijeme do tada nezabilježenih terorističkih postupaka mladih nacionalista, kojima nije uspjelo oko sebe privući veći broj ljudi. Zbog toga se može jedino govoriti o obliku političkog terorizma koji nije praćen masovnim štrajkovima ili demonstracijama, nego djelovanjem malih konspirativnih skupina. Pri tome nije ništa manje važna činjenica iz perspektive nadolazećih sukoba da su radikalni mladinci tražili svoje nadahnuće i uporište u Beogradu gdje su živjeli gostoprimstvo u sklopu tajnih udruženja u kojima su mogli širiti proto-austro-ugarsko raspoloženje i razvijati ideologiju jugoslavenskog integralizma. Na početku Prvog svjetskog rata, koje je postupno omogućio stvaranje novog odnosa snaga i položaja kamenih temelja za stvaranje Prve Jugoslavije, mali broj istaknutih predratnih političara otišao je u emigraciju i osnovao jugoslavenski odbor. Od početka su obilazili državnike iz redova Antante i tražili financijsku pomoć za svoju političku misiju izgradnje južnoslavenske države na ruševinama Austro-Ugarske u suradnji s vladom Kraljevine Srbije.
Njihov značaj osporavala je činjenica malobrojnosti i izostanak međunarodne potvrđenosti legitimiteta u zastupanju južnoslavenskih naroda u Austro-Ugarskoj. Historiografija pak najviše ukazivala na napete odnose između Jugoslavenskog odbora i srpske vlade, koji u sve utjecaje radnih zbivanja zrcali u suštini sukob između različitih koncepcija stvaranja i izgradnje te jugoslavenske države. Na taj način ostalo otvoreno nacionalno pitanje među ratnim saveznicima bez obzira na utjecaj jugoslavenskih ideologija. Drugim riječima, sukobila se težnja srpske politike da se okupi što veći broj Srba u novoj državi sa sjedištem u Beogradu i na čelu s dinastijom Karađorđevićem, čime bi se osigurao položaj prevlasti. S onom težnjom hrvatske politike koja je nastala zadržati obilježje svoje državnosti i osigurati si ravnopravni status. S druge strane, predstavnici hrvatske politike u domovini i dalje su od Sarajevskog atentata i obnove rada sabora u ljetu 1915. govorili o rješenjima u sklopu monarhije. Koalicija je tražila način da se odnosi s Ugorskom harmoniziraju na osnovi zajedničkih interesa i nagodbenog zakona. Osobito su nastavili ograničiti primjenu represivnih postupaka i tu su ponovo računali na podršku ugarske strane radi ograničenja uloge vojničkih faktora. Stranke su se u Saboru kao u predratnom vremenu stalno pozivale na hrvatsko državno pravo i načelo narodnosti. Pri tome su zagovornici prvih vrijednosti permanentno naglašavali da je jugoslavenska ideja samo prekrivač srpske političke misli koja je ratni cilj rušenje monarhije. A tek je približavanje kraja rata otvorilo vrata temeljitim promjenama i promjenama u stvari u sadržaju javnih nastupa, pri čemu se kao prekretnica pojavila Svibanjska deklaracija, o kojoj će više govoriti kolega Mirjana. Od tada i pojedini političari iz redova Hrvatsko-srpske koalicije napuštaju njene redove i bez ubijanja izjavljuju da se interesi Juga monarhije mogu ostvariti izvan dualizma i veze s vladajućom dinastijom. U novom grupiranju političkih snaga u prvi red je istaknuto jugoslavensko pitanje koje je vodilo prema raskidu državno-pravnih odnosa s Austrijom i Ugarskom i time su bile bespovratno pokidane više stoljetne poveznice. I na kraju ovog izlaganja čini se važnim upozoriti na poglede onih protagonista koji su se uoči tijekom rata zalagali za jugoslavensko rješenje, a kasnije su nakon stjecanja određenog iskustva ipak revidirali sva nekadašnja mišljenja. Tako je Ante Trumbić, predsjednik emigrantskog jugoslavenskog odbora, u svojim memoarskim zapisima iz 1936. zabilježio da je Hrvatska bila priznata u nagodbi kao politička nacija i da se nekada Ban Kuen koristio uobičajenim sredstvima kao što su cenzura, štampe i sastajanja, globe, prijeki sud, ali nikada batinjenjem. Pa tako piše. Onda se htjelo najprije zastrašiti, misleći na razdoblje početka 20. stoljeća. Dalje od globa i zatvora nije se išlo. Niko nije bio osuđen na robiju ni obješen. To je svakako bila aluzija na situaciju iz 30. godina sada. Stoljeća kada je postala politička represija u kojoj u vidima diktature došla do potpunog izražaja. Ili pak jedan odlomak iz knjige već spomenutog Svetozara Prebičevića u kojoj taj prvak nekadašnje hrvatsko-srpske koalicije bilježi. Kad se danas baci retrospektivan pogled na prijeratne prilike u monarhiji općenito u hrvatskoj posljedice, treba priznati da je naš narod živi u velikoj političkoj slobodi. Zbog toga treba razumjeti osjećaj odbojnosti koja se očituje u Hrvatskoj prema svakoj izjavi koja dolazi iz Srbije. Mi smo vas oslobodili. Međutim, kad se govori objektivno, valja ustvrditi da su Austro-Ugarski Jugoslaveni prije rata imali veću političku slobodu nego u svojoj novoj državi Jugoslaviji, pa čak i prije diktature. Austro-Ugarski Jugoslaveni nisu imali svoju nacionalnu državu, nad sobom su osjećali i to im je bilo teško i nepodnošljivo iz nacionalnih i moralnih razloga prevlast Njemaca i Mađara koji su među sobom dijelili vlast u monarhiji. Ali pravni poredak, sigurnost i političke slobode bile su im kudikamo više jamčene nego Jugoslavije, čak u najliberalnom razdoblju prije diktature. Drugim riječima, posljedice raspada Austro-Ugarske nisu s odmakom vremena zadovoljile ni njene nekadašnje protivnike, tako da su oni morali nezaobilazno podsjetiti na razinu funkcionalnosti nekadašnje monarhije. Stoga nije neobično da danas povjesničari pokušavaju skrenuti puno više pozornosti na otklanjanje nekih dugotrajnih predrasuda nego što je to bilo u ranim razdobljima, ukazujući na mnogostruke sadržaje hrvatske politike na početku 20. stoljeća. Hvala vam na pozornosti. Köszönjük Matkovics kollega, hogy érdekes előadását. Következő előadó Kiki Berti.
kívánni az ELTE Vétika, illetve a Nemzeti Vétika Történetudományi Intézet képviseletében. Előadásának címe a Mennyországtól a pokoli. A történelmi Magyarország 1918-19-ben. Tisztelt elnök úr, tisztelt elnökség, kedves kollégák, tisztelt hölgyeim és uraim! Amikor azt a megtisztelő felkérést kaptam, hogy előadást tartatok ezen a konferencián, akkor arra kértek, hogy a horvát-magyar államközösség felbomlásáról egy átfogó háttérvázlatot adjak, mivel a magyar politika jelenik 1918 végén legkönnyebben éppen Horvátország elszakadásába törődött bele, ezért előadásomban a magyarságnak a többi egykori nemzetiséggel való kapcsolatára koncentrálok. Csonka Magyarország nem ország, egész Magyarország Mennyország. Valamennyien ismerjük ezt az irredenta jelszót, mely persze, mint minden propagandisztikus szöveg, igencsak leegyszerűsítő. A Trianon előtti Magyarország messze nem volt Mennyország. De a Trianon utáni, megcsonkított területű Magyar Királyságról sem lehet azt állítani, hogy ne lett volna ország, ne lehetett volna benne megteremteni az állami, csoportos és egyéni életfeltételeket. A jelszóval található szembeállítás tehát csak a történelmi ország területi egységének vonatkozásában állhatná meg a helyén. A következőkben az 1918-19-es események rövid és vázlatos áttekintésére ebből a szempontból vállalkozom. Természetesen az eseményeknek emellett a politika történeti és államközpontú narratíva mellett számtalan egyéb tudományos megközelítése is jogosul, most azonban azt kívánom vizsgálni, miként alakult a magyar állam sorsa 1918-19-ben, vagyis hogyan jutottunk el a Mennyországtól a pokolig. A pokol jelen esetben nem maga a trianoni békeszerződés, hiszen nem a békeszerződés 1920. június 4-i aláírása volt a folyamatok mélypontja. Ahhoz, hogy Magyarország egyáltalán eljusson odáig, hogy a békét aláírhassa, már számos lépést kellett tenni a konszolidáció irányába. A mélypont, a pokol ebben az összefüggésben 1919. augusztusa és kora ősze, amikor is Magyarország nagyobb része és fővárosa is idegen megszállás alatt áll, a maradék területeken egymással vetélkedő, de valós hatalommal csak ritkán rendelkező kormányok működnek, nekik nem igazán engedelmeskedő fegyveres erők pedig az elmúlt szűk esztendőben elszenvedett, vélt vagy valós sérelmeikért olykor szörnyű brutalitással keresnek elégtételt a vörös terrort követő fehér terror időszakában. Sokak számára személyük és vagyonuk biztonsága szempontjából is, de a magyar állam szuverenitásának minket most érdeklő szempontjából is ez a korszak volt a mélypont. Pedig az összeomlás előtt alig pár hónappal, a mélypont a pokol előtt alig több mint egy évvel, sokaknak tűnhetett úgy, hogy a háborút Magyarország már meg is nyerte. Hiszen, ha végig gondoljuk, mik voltak a magyar hadicélok az első világháborúban, mik voltak a magyar politikai elit alapvető nemzeti céljai, akkor arra a következtetésre is juthatunk, hogy a magyar állam területi épségére leselkedő veszélye 1918 tavaszán tűntek a legtávolabbi, legirreálisabb fenyegetésnek. A magyar hadicélok eleve nagyon korlátozottak voltak. Amikor Tisza István gróf magyar miniszterelnök 1914. júliusában hozzájárult ahhoz, hogy elküldjék a háborút eredményező ultimátumot Szerbiának, külön kikötötte, hogy semmilyen szerb terület annektálásához nem járult hozzá. Ebben az önkorlátozásban a háború lokalizálását célzó manőveren túl leginkább a nemzeti érdek megnyilvánulását láthatjuk, mely ráadásul a magyar hatalmi elitre a háború folyamán gyakorlatilag mindvégig jellemző. A dualizmus korában a magyar nemzeti politika célkitűzései ugyanis befelé irányultak. Ahogy Beksics Gusztáv neves kormánypárti publicista 1885-ben kifejtette, a magyar nemzeti eszme célja a magyar nemzeti kultúrállam megteremtése, és ebből következően kijelentette, amíg, idézem, amíg a magyar nemzet nem kész, addig nem lehet kifelé nemzeti politikát csinálni. Addig céljai, törekvéseink nem törhetnek ki a haza határain túl. Ezzel arra utalt,
hogy miközben a magyarok éppen a magyar nemzeti állam megteremtésén munkálkodnak, korai és veszedelmes lenne újabb, nem magyar lakosságú területeket csatolni az országhoz, hiszen az csak a nemzetiségek számarányát növelte volna. Ez a felfogás tartotta távol a háború folyamán a magyar vezetést attól, hogy komolyabb területek annektálásával jelentsék be igényüket. A magyar politikai elitben egyedül az erdélyi magyar érdekeket kifejezetten szívén viselő Bethlen István gróf állt elő komolyabb annexiós igényekkel, de ő is csak ideiglenesen. De általában a monarchia olyan területi növekedése sem állt a magyarok érdekében, mely a hódításokat Ausztriához csatolta volna, ebben az esetben ugyanis a Magyarország és Ausztria közötti egyensúly borulhatott volna fel, és ezáltal a két állam egyenjogúságát jelentő dualizmus kérdőjeleződött volna meg. Ha tehát végigtekintjük a korabeli magyar nemzeti alapcélokat, láthatjuk, azok összességében defenzívek voltak, az állam területi integritása, a Magyarországon belüli úgynevezett magyar szupremácia, a Habsburg birodalmon belüli dualista jellegű paritás, illetve távlatos célként a monarchián belüli magyar befolyás növelése egyik sem kifele irányuló terjeszkedő agresszív cél. A fentebb összefoglalt magyar nemzeti célok ellenfelei négy csoportba sorolhatjuk. Először azok a nemzetiségi politikusok, akik nem kívántak asszisztálni az egységesen magyar nemzeti kultúrállam felépítéséhez. Másodszor azok a bécsi körök, akik a dualista rendszert akarták Magyarország rovására megváltoztatni. Harmadszor Szerbia és Románia irredent a törekvései, és végül negyedszer és elsősorban Oroszország, melynek vezető köreiben sokan a monarchia szétszúzásával és benne Magyarország megcsonkításával kapcsolatos terveket dédelnek. Ugyanakkor a magyarok minden felsorolt ellenféllel szemben találtak megfelelőnek tűnő védelmet. A nemzetiségek nem lojális vezetőivel szemben elég erősnek érezték magukat, csak arra volt szükségük, hogy a dinasztia ne szövetkezzen velük a magyarok feje fölött, mint tette ezt korábban gyakran. Amíg a dualizmushoz ragaszkodó Ferenc József élt, ettől vagy a monarchia egyéb átszervezősétől nem nagyon kellett tartani. A magyarokra komoly veszélyt jelentő trónörököst pedig 1914-ben Gábor Princip félreállította. A Habsburg birodalom, mint nagyhatalom, annyival erősebb volt, mint Románia, Szerbia, hogy ez a nagyhatalmi védelem eleve kizártá tette, hogy ezek a déli kisebb szomszédok egymagukban megtámadnák Magyarország. Egy orosz támadás azonban életre-halálra szóló harcra kényszerítette volna a monarchiát, de egy, a még az oroszoknál is erősebbnek látszó szövetséges, Németország ezzel szemben is védelmet kínál, éppen a magyar Andrássy által megkötött 1879-es kettős szövetség alapján. Ez a struktúra, ez a dualizmusra és német barátságra alapító struktúra védte Magyarországot a háború előtt, és védte a háború alatt is. A közös hadsereg nem magyar katonái, és persze a németek segítettek megvédeni a monarchiát és benne Magyarországot az orosz támadással szemben. A központi hatalmak összehangolt támadásának köszönhetően sikerült 1915 végre legyőzni és elfoglalni Szerbiát, és bolgár és persze főleg német segítséggel lehetett visszaverni 1916 végén Románia Erdélyre irányuló támadását. A helyzetet alapvetően változtatták meg az 1917. évi oroszországi események, különösen a bolsevik hatalom átvétel. Lenin kormánya 1918. március 3-án aláírta a békét a központi hatalma képviselőivel. Brest-Litovskban a bolsevikok óriási területekről mondtak le, csak hogy megszilárdíthassák rendszerüket. A keleti front megszűnésével itt felszabaduló csapatokat a nyugati fronton bevetve, az amerikai hadosztályok megérkezése előtt a németek erőfölénybe kerültek a háború folyamán egyébként először, és esély nyílott arra, hogy egy döntő hatalmas offenzívával megsemmisítsék franciaországi ellenségeiket. Az oroszok kapitulációja, és különösen a hatalmas keleti birodalom belső széthullásának kezdetét látva a románok is beszüntették a harcot, és 1918. május 7-én Bukarestben sor került a véleges békeszerződés aláírására. Ezek után sokan érezhették úgy 1918 tavaszán, hogy már nincs miért harcolni.
A monarchia gyakorlatilag már csak azzal az Olaszországgal áll érdemi harcban, amelynek Magyarország területére nézve, a fontos Fiumét leszámítva, nem is voltak területi követelései. És persze harcoltak csapatai még a balkáni fronton is, de több száz kilométerrel a magyar déli határtól. Akár fogalmazhatnánk úgy is, a háborút Magyarország eddigre megnyerte. Ahogy a Pesti Hírlap napra pontosan a trianoni békeszerződés aláírása előtt 2 évvel fogalmazott, mire a nagy általános békekonferencia összeül, mi már a Kelet és a Balkán problémáit mind megoldottuk, és befejezett tényekkel állunk majd az Antant elé. A tagadhatatlan háború sikerek hatására a magyar közvélemény nagy részében úrrá lett az a tévesnek bizonyuló érzés, hogy számunkra a háború véget ért, a nyugati küzdelmek sorsunkat már nem is befolyásolja. Ahogy egy korábbi elemzésében Jánszi Oszkár is írta, a legtöbb ember, idézem, immár véglegesnek tekinti a harctéri helyzetet, és azt tartja, hogy az Antant vagy legyőzött, vagy a legrosszabb esetben közömbös lett a mi szempontunkból. Sem nem szoroz, sem nem oszt többé politikai számításainkat. Persze ezt a vélekedést a monarchia vezetése nem osztotta, maga Arthur Arts vezérkari főnök is hangsúlyozta, hogy, idézem, bár vannak, akik azt hiszik, hogy a háború legnagyobb része a mi számunkra befejeződött, ezzel a tévhiddel nem lehet eléggé szembeszállni. Az olasz front küzdelmei mellett a délkeleti és északkeleti megszállt területek is jelentős csapatokat igényeltek, mint ahogy a Balkán déli részén is nem kellett tartani a vonalat. De nem is ezek a katonai szempontból tulajdonképpen könnyebben elbírható terhek voltak a fontosak, hanem a hátországra nehezedő nehézségek, illetve a háború folytatásának politikai következményei. Miért harcolt tovább ezek után a monarchia? Hiszen léte már nem nagyon forgott veszélyben, ha azt veszük, hogy az olasz ellenség is legfeljebb csak fontos határterületeket kívánt volna elcsatolni. A harc egyre jobban kimerítette a Habsburg Birodalmat, és az ellátási nehézségek 1918 elején sokszor válságos helyzetet teremtettek, különösen Ausztriában. 1918 folyamán sokszor már nem is az ellenséges csapatok, hanem a hátország nehézségei okozták a legnagyobb gondot a monarchia vezetésére. Az 1916 végén trónra lépő Károly hajlott volna a békére, de titkos tapogatózásai az ajánlat csekély voltak, és az olasz érdekeket is figyelembe vevő franciák elutasító magatartása miatt kudarcot vallott. Ráadásul a németek sem hajlottak a békekötésre, hiszen nálunk jobban bírták, és kevesebb is volt a veszteni valójuk. Így a monarchia kénytelen volt tovább folytatni a harcot, mert Károlynak, érthetően, nem volt bátorsága szembefordulni a németekkel. Sőt, 1918 tavaszán Clemenceau nyilvánosságra hozta az úgynevezett Sixtus leveleket, melyek súlyosan károsították a fiatal uralkodó renoméját, és megdövelték a monarchiával szembeni német bizalmatlanságot. 1918 késő tavaszára egyértelművé vált, hogy a monarchia különbéke kísérletei megbuktak, ugyanakkor mindez a keleti győzelmek miatt pillanatnyilag nem is tűnt akkora problémának. Ekkor minden figyelem a nyugati frontra összpontosult. A németek győzelmétől vagy vereségétől függött a monarchia és Magyarország jövője is. 18 tavaszára a monarchiának nem nagyon maradt saját eszköze ahhoz, hogy sorsát érdemlegesen befolyásolja. Igaz volt ez a magyarokra is. Az évtizedekig jól működő szövetségi rendszer most már visszájára fordult. A magyar nemzet sorsa oda lett láncolva az addig a magyarokat védelmező Németországhoz. Bár ez a háború innentől kezdve már csak nagyon áttételesen volt Magyarország ügye, kiszállni nem lehetett belőle. Oroszország 1918 tavaszi kiválása a háborúból és az aktív európai nagyhatalmak közül azt jelentette, hogy az egész európai egyensúlyi rendszer felborult, és a monarchia hagyományos kiegyensúlyozó szerepére nincs többé szükség. Ezért 1918 tavaszán az Antant felkarolta az etnikai elvet, és a Habsburg Birodalom népeinek elszakadását a független délszláv egységállam és Csehszlovákia megteremtését is hadicéljai közé sorolta. Ezzel politikai értelemben megpecsételődött a monarchia sorsa, és ezen belül Magyarország is. Ha a németek nem nyerik meg a háborút nyugaton, legkésőbb 1919-re a monarchia kifullad, és nemzetiségeinek mozgódása is vereséget eredményezhetett volna. Márpedig a németek nem tudtak győzni.
1918. októberére a monarchia teljesen elvesztette a harc folytatásához szükséges erőt. A frontokon és a hátországban is látszott, hogy nem lehet folytatni a küzdelmet. Károly császár előre menekülve elfogadta az etnikai elvet Ausztriára nézve, és beletörődött abba, hogy a még mindig egységesebbnek látszó Magyarország ennek nyomán leváljon, és a kapcsolatot personál uniósra gyengítse. A magyarok igyekeztek elhagyni a monarchia süllyedő hajóját, bízva abban, hogy a félreértelmezett wilsonizmusba kapaszkodva túlélhetik a vihar. Ha a dualizmus meg is bukott, a függetlenné váló magyar állam továbbra is kívánta területi integritását védelmezni. A nagy háború elveszett, és illúzió volt, hogy ezek után a békét meg lehet nyerni. 1918. október végén Magyarországon kormányválság és általános zűrzavar uralkodott. Ezen nem sikerült a régi elitnek urrá lennie, mert nem tehetett a parlamenten kívüli baloldalra is támaszkodó Károlyi Mihállyal megegyezni egy nemzeti egységkormányra. Károlyi ugyanis a teljes hatalomra tartott igényt. Végül a budapesti utca forradalma emelte hatalomra őt, és ehhez a régi elit kénytelen volt jó képet vágni. Sok igazság van abban a megközelítésben, hogy az ország régi vezetése nem tudott választ adni az összeomlás idején keletkező problémákra, és inkább félreállt, átengedve a hatalmat Károlynak, aki viszont két kézzel kapott a lehetőség után azzal a hamar meghiúsuló reménnyel, hogy ő meg tudja menteni hazáját. Magyarország külön tragédiája volt, hogy a legválságosabb időszakban olyan vezetők kerültek az ország élére, akik minden jó szándék, máig példaértékű demokratikus és szociális eszményei, a nemzetiségi kérdés igazságos rendezésére irányuló nemes akaratok ellenére túl hosszú ideig riggatták magukat antantbarát és pacifista illúziókban. Igaz az is persze, hogy a rengeteg háború szenvedés után olyan nagy volt a békevágy, hogy a korgógyomrok meg az új és szépnek tűnő wilsoni és lenini eszmék elterelték a figyelmet a hatalmi politika vaslogikájáról. 1918. november elején Károly felmondta az engedelmességet a királynak, és kikiáltotta a népköztársaságot. A pacifista koncepciójának az a remény volt a lényege, hogy egyoldalú leszerelés esetén az antant nem vesztes félként, hanem partnerként tekint majd rájuk. A rend megbomlása miatt nem is merték fegyverben tartani a hazatérő hadsereget, így Magyarország éppen akkor maradt védtelen, amikor a harc már kimondottan Magyarország területeiért folyt. Most már nem dualizmust vagy magyar szupremáciát, hanem a területi integritást kellett védelmezni. Károlyi nem demokratikus köztársaságot, földreformot, végül kantonális önrendelkezést kínált a nemzetiségeknek, ők azonban tudták, hogy a győztes antantól ennél sokkal többet kaphatnak. Hiába sorakozott fel a bajban egy időre a jobboldal is Károlyi mögé, nem sikerült megvédeni Magyarországot a betörő csapatoktól. Ahogy hátrált harc nélkül a megmaradt magyar fegyveres erő, úgy nőtt az elégedetlenség a kormánnyal szemben. Ismét polarizálódott a politikai élet, de a nemzeti kudarcok miatt megszerveződő jobb és szélső jobboldali ellenzék helyett Károlyi a kommunistákkal szemben engedékenyebbnek bizonyult. Amikor 1919. március 20-án a Vígszerzét már etnikailag magyar területekről is kiparancsolta volna a magyar hadsereget, Károlyi lemondott és a hatalmat a szociáldemokratáknak adta át, akik egyesültek a kommunistákkal és kikiáltották a magyarországi tanácsköztársaságot. Proletár diktatúra internacionalista és osztályharcos elveket követett, és ezzel a magyar nemzeti politika zárójelbe került. A magyar területek védelme kikerült a hivatalos célok közül. Kumbéla ezt egyértelművé tette az elején. Mi nem állunk a területi integritás alapján, nyilatkozta már március végén egy osztrák lapnak. A budapesti központi forradalmi munkás és katonatanács április 19-i ülésén kijelentette, én sohasem szoktam a dolgokat a magyarországi proletariátus szempontjából nézni, csak egy szempont van, a nemzetközi proletár forradalom szempontja. A mérsékeltnek számító Weltner Jakab is így beszélt egy másik gyűlésen. A párt címe, Szocialista Kommunista Munkások Magyarországi Pártja, azt jelenti, hogy ez a párt egy része annak a nagy kommunista világforradalomnak, amely az egész világot be akarja hálózni. Nekünk az a feladatunk, hogy erősítsük, támogassuk, vigyük előre az egész világ munkásainak a forradalmát, mert a mi mozgalmunk össze van fűzve a világ munkásainak forradalmával.
A proletár diktatúra vezetése azért nem fogadta el a Vix-edzéket, mert nem voltunk hajlandók arra, mert mondta Kun, hogy felszabadított testvéreinknek, tudnélik az osztályuralom alól felszabadított proletár testvéreknek a neutrális zónán levő részét újból a kapitalizmus igája alá hajtsuk. A német orientációt, majd a Károlyi kormány által követett antant barátságot, tehát nem egyszerűen orosz barátság váltotta föl a kommun alatt. A magyarországi kommunisták azért hangolták össze külpolitikájukat Leninnel, mert a világforradalom elterjesztéséhez egyedül innen remélhettek segítséget, de innen sem érkezett. Kun Béla engedményekre kényszerült, és ő is aláírt volna egy breszti típusú békét, csak hogy a rendszer megmaradhasson. Május 2-án Kun így beszélt a budapesti munkástanácson. A forradalmi kormányzó tanács megkísérelte mindenáron a breszti békét elérni, megkísérni, hogy megmentsen egy területet, ahol a tagadás megvetheti a lábát a kapitalizmussal szemben, és nem csak megdöntheti a kapitalista világot itt Magyarországon, hanem majd kiinduló pontja lehet a nemzetközi proletár forradalomnak tovább nyugatra. Nem magyar területekért folyt tehát a harc, hanem a nemzetközi proletáriátus hatalma alá került területekért. Ez magyarázza azt is, hogy amikor 1919. május végén Párizsban nyilvánosságra hozták a béketervezeteket, a budapesti sajtó nem is tulajdonított ennek különösebb jelentőséget. A kommunisták logikája szerint, amennyiben a világforradalom győz, úgyse lesz ezekből a határokból sem. Ha viszont elbukik, az már nem a proletárok dolga lesz, hogy az új ellenforradalmi rendszerre hogyan kényszeríti rá az antant a békefeltételeket. A proletár diktatúra számára a németekre és osztrákokra gyakorolt hatása volt fontos a béketervezeteknek, azt remélték ugyanis, hogy a felháborodás esetleg ott is proletár forradalmakhoz vezethet. Ez a reménység jelölte ki Kun Béláék jövőképét is. Kassa visszafoglalása után, június 7-én Kun így beszélt a tömeghez. Nem sokáig leszünk egyedül. A nemzetközi proletár forradalom új és új osztagai sietnek segítségünkre, és előre fogjuk vinni a nemzetközi proletár forradalmat, hogy megteremtsük a tanácsok nemzetközi köztársaságát. Leszögezhetjük tehát, hogy a magyarországi tanácsköztársaságnak, mint rendszernek nem voltak honvédő háború. Igaz ez akkor is, ha tudjuk, a Vörös Hadseregben számos későbbi hortista tábornok harcolt, akik úgy gondolták, hogy nem az a fő kérdés, engedélyezi-e a vörös hatalom a nemzeti színek használatát, nem engedélyezte, hanem az, hogy kiűzzük a cseheket Léváról, Kassáról, talán később Pozsonyból is. Lehet, hogy csak a nemzeti elkeseredés juttatta a hatalmat Magyarországon a kommunisták kezébe, de, ahogy Borsányi György fogalmazott, ezek az emberek, tudnélik a későbbi hortista tábornokok, szubjektív indítékaiktól függetlenül a világforradalmat vitték előre, objektíve a nemzetközi osztályharc katonája volt. Igen kérdéses tehát, hogy amennyiben a proletár forradalom Magyarországon és Közép-Európában győzelemre jut, akkor kinek a reményei érvényesültek volna? Vert, Szombathely és társaik nemzeti céljai, vagy pedig a hatalomra jutó internacionalista rendszereknek sikerül közelebb jutni a nemzetközi világtanácsköztársasághoz? Mindez persze csak elméleti fejtegetés, hiszen tudjuk, a magyarországi proletár diktatúra megbukott, és a rövid internacionalista kísérlet után Magyarország visszatért a nemzeti elvet követő európai államok sorába. Oda, ahol 1918-ban is volt. De a kizökkent időt csak ebben a tekintetben lehetett helyre tolni. Máskülönben a magyar nemzet az 1918 tavasza óta eltelt szűk másfél évben a győztesnek látszó pozícióból a pokolba került. Köszönöm szépen a figyelmet! Érdekes, és akár a mai emlékezett politikai vitákhoz is kapcsolható előadását. Következő előadó Zorán Miák, a Horváth Történettudományi Intézetben Zágrából, a már korábban említett nyilatkozattal foglalkozik előadása, melynek címe a Jugoszláv Klub 1917-ben a Bécsi Birodalmi Tanácsban tett májusi deklarációja, Váró Burján István és Sztyepán Szárkovics levelezésének tükrében. Kérem, tartsák meg előadást. Mostanak kollégai kollégice, rádom prezidentistő, srdečno vas pozdravljam. Tema moga izlaganja je Stribenska deklaracija Jugoslavenskog kluba u Bečkom carinskom vijeću
1917. u svijetu korespondencije Stjepana Sarkotića i Ištvana Borjana. Budući da će se Svibanska deklaracija Jugoslavenskog kluba već u Carevinskom vijeću u ovom gradu razmatrati ponajprije u kontekstu koncepcija državno-pravnog preustroja Austro-Ugarske monarhije tijekom Prvog svjetskog rata, a posebice s obzirom na Bosnu i Hercegovinu, potrebno je ponajprije podsjetiti da je uklapanje Bosne i Hercegovine u državno-pravnu strukturu Austro-Ugarske monarhije provedeno na vrlo kompleksan način. Naime, okupacijom Bosne i Hercegovine u listopadu 1878. stvoren je novi element zajedničkih poslova koji je trebalo u nagodbenom duhu uskladiti s temeljnim državnim načelima. Radi osiguranja ravnopravnog utjecaja Austrije i Ugarske na priliku u Bosni i Hercegovini, u veljače 1879. uprava je povjerena zajedničkom ministarstvu financija. Međutim, njezin položaj prema državnoj cjelini ostaje u sklopu okupacije 1878. i u vrijeme anekcije 1908. nedovoljno definiran. Najjasnije je bila uloga vladara koji je obnašao vlast u Bosni i Hercegovini kao vladar Austrije i Ugarske. Njemu je pripala i zakonodavna vlast. Sve do proglašenja Ustava za Bosnu i Hercegovinu utemeljena Sabora Bosne i Hercegovine 1910. i Austrija, i Austrijska i Ugarska vlada mogli su pod ustavnom odgovornošću utjecati na bosansko-hercegovačku upravu, što se napose odnosilo na financiranje uprave i promet. Nakon povjeravanja uprave u Bosni i Hercegovini zajedničkom ministarstvu financija slijedila unutarnja upravna organizacija. Carskom odredbom iz listopada 1879. osnovana je zemaljska vlada za Bosnu i Hercegovinu, koji je na čelu bio zapovjedajući general kao poglavar zemlje. Zatim je uvedena i dužnost građanskog doglavnika, odnosno civilnog adlatusa. Ukoliko se uzme obzir navedene činjenice, jasno je da je bilo kakav radikalni zahvat u državno-pravni položaj Bosne i Hercegovine u sklopu Austro-Ugarske monarhije mogao ugroziti osjetljiv dualistički sistem, a posljedice bi se to dogodilo u slučaju njezina pripojenja bilo austrijskoj, bilo ugarskoj polovici. I dok od austrijskih državnika nije bilo značajnijih ambicija za pripojenje Bosne i Hercegovine Austriji, kod ugarskih je teže za pripojenje Bosne i Hercegovine Ugarskoj bila konstanta. Pretpostavke za pojavu takve ambicije stvorene su još prije zauzeća Bosne i Hercegovine, kada se ona manifestirala kao težnja da vodeća uloga u Austro-Ugarskoj istočnoj politici pripada Ugarskoj. Nalazimo je po prvi put jasnije izraženo kod Austro-Ugarskog ministra vanjskih poslova, grofa Đule Andrašija, koji je praktički pravi osjet prvog proslavu u povodu otvorenja Suetskog kanala 1869. u svom dnevniku zapisao da ne shvaća kako najviše političkih krugova nije jasno da vodeći položaj u provedbi istočnog politika Austro-Ugarske monarhije treba pripasti Bugarskoj kao nekadašnjoj velesili prema istoku. Istu ideju nalazimo u pristupnoj raspravi Benjamina von Kalle u Ugarskoj akademiji pod nazivom Ugarska na granici istoka i zapada, objavljenoj Ugarskoj reviji 1883. No, dok se kod Andrašija ideja za dominacijom Ugarske prema istoku očitovala kao težnja za političkom dominacijom, Kalle, koji je 1882. stupio na dužnost zajedničkog ministra financija i na njoj ostao sve do svoje smrti 1903. elaborirao je poglavito kao zamisao u kulturnoj misiji Ugarske u povezivanju europskog istoka i zapada. Međutim, u raspravi položaj muslimana u Bosni, koji je objavio u Beču 1900. pod pseudonimom von Einem Ungarn, Kalle je ideju kulturne misije Ugarske prema istoku potvrdio realpolitičkim razlozima te geopolitičkim argumentima, ponajprije znatno većom duljinom Ugarske polovice monarhije, Transletanije prema istoku, opravdavao povezivanje Bosne i Hercegovine s Ugarskom. Dakako, u mirnodopskim okolnostima ideje ugarskih državnika o uvrštavanju Bosne i Hercegovine u sklop Ugarske nisu imali izgleda za realizaciju, te su ih oni izbjegavali otvoreno iznositi na najvišim institucionalnim razinama.
Situacija se međutim radikalno izmijenila sa izbijanjem Prvog svjetskog rata, kada ugarska vlada na sjednici održane 2. listopada 1915. koje je govorio kolega Šokčević, otvoreno iznosi zahtjev za priključivanje Bosne i Hercegovine i Dalmacije kao Ugarskoj kao korpus separatum. U elaboratu koji je ministrima izložio ministar predsjednik Grofišća Tisa, ušle su ranije navedene Andra Šire i Kala Elide o potrebi dominacije Ugarske na jugoistočnim granicama carstva i na Balkanu kao interesnom području Ugarske. Tisa je pritom posebice naglasio da bi se priključenje Bosne i Hercegovine u Ugarskoj riješio tzv. Južnoslavenski problem, te da se odgađanjem tog pripojenja dovodi do pitanja temelja održanja nagodbenog dualističkog sustava. To da kako nije bilo točno, jer bi se pripojenje Bosne i Hercegovine bilo u Ugarskoj i Austriji narušilo vrlo osjetljiva ravnoteža dualističke monarhije, a južnoslavenski problem postao još akutniji. Ugarska vlada morala biti svjesna da Austrija nikada ne bi pristala na njezine zahtjeve. Treba pretpostaviti da je elaboratom od 2. listopada 1915. zapravo htjela Austriji demonstrirati svoju odlučnost za održanjem dualističkog sustava uz postizanje punog reciprociteta u odnosima između Austrije i Ugarske i što veće osamostaljivanje Ugarske u domeni zajedničkih poslova. Kako je razvidno iz dosadašnjih izlaganja, prijetnje mađarskim ambicijama za zaoštavanje Bosne i Hercegovine u Ugarsku polovicu monarhije nisu dolazile sa austrijske strane. Austrija u stvari bila protiv bilo kakvog značajnijeg redefiniranja državnog položaja, državno-pravnog položaja Bosne i Hercegovine u sklopu Austro-Ugarske, utvrđeno 1879. te se zauzimala isključivo za aneksiju koja je provedena 1908. Prijetnje mađarskim ambicijama za Bosnom i Hercegovinu dolazili s druge strane iz Zagreba, gdje je Hrvatski sabor, pozivajući se na hrvatsko povijesno i državno pravo, slično kao što su se u zahtjevima za Bosnom i Hercegovinu pozivali Mađari, Ugarsko, još u vrijeme, dakle, zauzeća 1878. Hrvatski sabor je zatražio povezivanje Bosne i Hercegovine s Hrvatskom. Ta ideja našla su svoju političku artikulaciju u programu Stranke prava iz 1894. godine, kojim je predviđeno povezivanje Hrvatske, Slavonije, Dalmacije i Bosne i Hercegovine uz mogućnost priključenja slovenskih zemalja u jednu državnu cjelinu u sklopu trijalističke preustrojene Austro-Ugarske monarhije. Hrvatske političke stranke u Bosni i Hercegovini, Hrvatska narodna zajednica, osnovana 1906. i Hrvatska katolička udruga, osnovana 1910. prihvatili su pravički program iz 1894. kao svoj. Taj program snažno je podržao i vrbosanski, sarajevski nadbiskup Josip Štader. Situacija će se međutim radikalno promijeniti nakon dolaska Hrvatsko-srpske koalicije na vlast u Hrvatskoj 1906. jer je njezin program predviđao hrvatsko-srpsku suradnju u ujedinjenju hrvatskih zemalja uz oslonac na Mađare. Važna pretpostavka hrvatsko-srpske suradnje na tom planu bilo je odustajanje od točke programa Stranke prava iz 1894. koja je predviđala pripojenje Bosne i Hercegovine Hrvatske. Taj činjenica u sve otvorenje priklanjanje vodstva Hrvatske narodne zajednice programu Hrvatsko-srpske koalicije potaknula nadbiskupa Štadela na iniciranje osnutka pravačnog kluba u Sarajevu 1909. Historiografske spoznaje postojanju i djelovanju spomenutog pravaškog kluba te njegovim najutjecajnijim predstavnicima vrlo su oskudne, budući da nisu pronađeni zapisnici koji bi pružali uvid u djelovanje kluba, kao ni popis njegovih članova u razdoblju njegova parlamentarnog rada od uspostave Sabora za Bosnu i Hercegovinu 1910. do njegove raspuštanja 1915. Međutim, i na osnovu fragmentarnih podataka zna se za pojedince koji su sasvim sigurno formalno bili njegovi članovi, primjerice Josip Plemenit Ivancaš i nadbiskup Štadler, dok za neke ne možemo sa sigurnošću tvrditi, ali s velikom izvjesnošću možemo pretpostaviti na temelju njihova intenzivnog angažmana na ostvarenju političkog programa kluba, primjerice za Ivu Pilara. Postojali su također pristaše kluba koji zbog visokih vojnih i civilnih dužnosti koje su obnašali nisu smjeli javno iskazivati svoju potporu njegovu radu, ali su unatoč tome pružili velike doprinose njegovom profiliranju i djelovanju. Najutjecajniji među njima bio je Stjepan
Stop Sarkotić, zemaljski poglavar i zapovjedni general za Bosnu i Hercegovinu i Dalmaciju u vrijeme Prvog svjetskog rata, koji je redovito štitio članove pristaće pravaškog kluba u Sarajevu, ponajprije u Bilara Josipa Lanceša, kada bi svojim osporavanjem bugarskih pretenzija za Bosnu i Hercegovinu izazvali Mađare. Članovi pristaše pravaškog kluba u Sarajevu također su svojim promemorijama uručenim tijekom audijencija 1917. caru i kralju Karlu, prvom odnosno četvrtom, u okviru legalnih okvira djelovali na ometanju planova Mađara za pripojenje Bosne i Hercegovine i Dalmacije u Bosni. Međutim, promemorije iz 1917. prosvjedočile su da su se koncepcije pravaškog kluba modalitetima državno-pravnog povezivanja Bosne i Hercegovine s Hrvatskom, Slavonijom i Dalmacijom počele razlikovati. To je najjasnije došlo do izražaja u dvijema promemorijama koji su imali bila i osnovnaca školovu 1917. izloženi u privatnim audijencijama u Beču, najprije kod austrijskog ministra predsjednika Ernsta von Zeidera, a zatim kod zajedničkog ministra financija Barona Ištvana Burjana, te na kraju kod cara i kralja, Karla I, 24. kojim su odlučili obje promemorije. U prvoj promemoriji, koju je sastavio Tadijskog Štadler, izloženi plan ujedinjenja Hrvatske, Slavonije i Dalmacijom i Bosnom i Hercegovinom u okviru trijalističke preostale monarhije prema pravaškom programu iz 1894. Nadbiskupova stajališta s tim u vezi bila su već poznata vlastima u Beču i Budimpešća bila su podjednako neprihvatljiva za Mađare kao za austrijske Nijemce. Imajući u vidu tu činjenicu, Ivo Pilar je u svojoj promemoriji odustao od realizma, te se zauzeo za stvaranje Hrvatske države jedinice monarhije u sklopu zemalja Krune Svetog Stjepana. Mogućnost za realizaciju tog plana našao u subdualističkom državnom modelu prema kojem se Hrvatska, Slavonija, Dalmacija te Bosna i Hercegovina kao državna cjelina povezala s Ugarskom u sklopu Ugarske polovice monarhije na sličan način na koji su svoje državne odnose regulirala Austrija-Ugarska, nagodbom iz 1867. Važno upozoriti da je do promjene Pilarovih stajališta o modalitetima državno-pravnog preustroja monarhije doduše došlo pod općim dojmom teških ratnih prilika, ali da je nakon se inicirala tzv. Svjetska deklaracija Jugoslavenskog kluba u Carevinskom vijeću, parlamentu austrijske polovice monarhije, od 30. svibnja 1917. koja je predviđala povezivanje jugoslavenskih zemalja u sklopu monarhije, ali je također uzela obzir mogućnost njihova povezivanja izvan njezina okvira. Pilar je realizaciju južnoslavenske opcije smatrao najvećom opasnošću za održanje monarhije, te odbacio trijalističku i prihvatio subdualističku opciju njezina preustroja, nadajući se da će Mađari prepoznati i prihvatiti kao sredstvo za ostanak Hrvata u Hrvatsko-Ugarskoj državnoj zajednici. Činjenica da su se zemaljski poglavar Sarkotić i zajednički ministar financija Burjan kao dvije za Bosnu i Hercegovine najodgovornije osobe zauzeli za onemogućivanje realizacije programa Svibenske deklaracije na području Bosne i Hercegovine svjedoče da su obojice dijelili Pilarove bojazni glede mogućnosti realizacije južnoslavenskog programa. Sarkotić je pritom nastojao pridobiti Burjana za prihvaćanje Pilarove subdualističke opcije radi udaljavanja Hrvata od južnoslavenskog programa i njihovo predobivanje za okvir monarhije. Podatke o tome nalazimo u korespondenciji među Sarkotića i Burjana iz 1917. godine. Držeći da Svibenska deklaracija predstavlja tek prvi korak u destrukciji monarhije, te da stoga na svaki način treba onemogućiti njezinu afirmaciju na području Bosne i Hercegovine, Sarkotić i Burjan započeli su zajednički djelovati na njezinom onemogućivanju, a tako se su obraćali pozornost na dolazak pojedinih članova Jugoslavenskog kluba u Carevinskom vijeću i članova Hrvatskog sabora u Sarajevo radi pokušaja obnove rada posle sabora Bosne i Hercegovine raspuštenog od strane vladara u veljači 1915. Svrha reaktiviranja sabora Bosne i Hercegovine bila je prihvaćanje Svibenske deklaracije od strane parlamenta u Zagrebu i Sarajevu, kako bi se oblikovanje južnoslavenske državne cjeline pružio legitimitet još tijekom Drugog svjetskog rata. Stoga je akcija za reaktiviranje sabora Bosne i Hercegovine započela nekoliko mjeseci prije donošenja Svibenske deklaracije. Prve podatke o tome nalazimo u Sarkotićevom pismu Burjanu 6. siječnja 1917. kojim ga je upozorio da su hrvatski političari u Bosni i Hercegovini na čelu s Nikolom Komandićem
te srpski političari, predvođeni Danilom Dimovićem, započeli akciju u cilju reaktiviranja Sabora Bosne i Hercegovine. Sarkotić je taj pokušaj dao izravno veze sa širom akcijama usmjerenim prema destrukciji monarhije. Nadalje ustvrdio je da je riječ o dubljem pokretu u Bosni i Hercegovini, pri čemu je aludirao na paktiranje vođa bivše Hrvatske narodne zajednice Srpske narodne organizacije u svrhu realizacija programa Hrvatsko-Srpske koalicije na području Bosne i Hercegovine. Za samu ideju reaktiviranja Sabora Bosne i Hercegovine ustvrdio je da nije nastala u Bosni i Hercegovini, nego je unesena izvana, čime očevidno aludirao da dolazi iz austrijske polovice monarhije, odnosno Južnoslavenskog kluba u Bečkom carinarskom vijeću. S obzirom na Bosnu i Hercegovinu, posebice smatra opasnom činjenicu da se za reaktiviranje Sabora zauzeo i nekadašnji lider Hrvatske narodne zajednice Nikola Matić, koji je radi obnove Sabora Bosne i Hercegovine zatražio audijenciju u Beču, a zatim se uputio u Zagreb gdje je stupio u kontakt s Bogdanom Medakovićem, vođom Hrvatsko-Srpske koalicije i predsjednikom Hrvatskog sabora. Iz Borjanova odgovora Sarkotiću od 9. siječnja 1917. razvidno da je on inicijativu Južnoslavenskog kluba za obnovu grada Sabora Bosne i Hercegovine shvaćao kao manifest južnoslavenskih separatističkih težnji. Početkom rujna 1917. u Sarajevo je doputovao najinticajniji promotor Svibanske deklaracije, predsjednik Jugoslavenskog kluba u Bečkom carinskom vijeću, Anton Korošec, u namjeri da postigne konsenzus bosansko-hercegovačkih političara glede njezina programa. U Sarajevu se zadržao nekoliko tjedana. U pismu Burjanu od 11. rujna 1917. Sarkotić ga obavijestio da je Korošec u svim sarajevskim političkim krugovima propagirao jugoslavenski program, navodeći pritom imena hrvatskih, srpskih i muslimanskih političara i vjerskim uglednicima s kojima se susreo. Burjan je odgovorio Sarkotiću 18. rujna 1917. napomenuvši da s interesom očekuje opširnije izvješće o susretima Antona Korošca u Sarajevu i to s obzirom na njegova politička nastojanja i uopće na aktualnost jugoslavenskog kluba u Beču zaslužuje najveću pozornost. Za jugoslavenski klub je ustvrdio da bi ga trebalo uputiti u granice njegovih kompetencija i zabraniti mu bavljenje politikom izvan granica Austrije. S tim u vezi Burjan se obratio austrijsko-ugarskoj vladi. Nadalje obavijestio je Sarkotića da uspio pokrenuti inicijativu s ciljem utvrđivanja jasnih smjernica austro-ugarske i jugoslavenske politike, kako se Korošcu i njegovim istomišljenicima ne bi ostavio prostor za agitaciju. Sarkotić se složio s Burjanom. U odgovoru na njegovo pismo od 25. rujna 1917. nadodao da bi radi onemogućivanja jugoslavenske agitacije koju u Bosni i Hercegovini provode političari iz austrijskog dijela monarhije, trebalo objaviti priopćenje u vladinom službenom listu uz energično političko posredovanje austrijske i ugarske vlade te naglašavanje suglasnosti cara i kralja Karla. To bi prema Sarkotićevom mišljenju nesumnjivo dovelo do svođenja djelovanja političara u obje polovice monarhije u realnoj okviru. U nastavku pisma Sarkotić je Burjan obavijestio novim detaljima vezanim uz boravak Antona Korošca u Sarajevu i njegove susrete s bosansko-hercegovačkom svjetovnom i crkvenom elitom. Naposle važno ocjenjuje činjenicu da se nadbiskup Štadlen počeo odnositi s izvjesnom indignacijom prema Korošcu, napomenuši pritom ministru Burjanu da mu je Štadlen čak izjavio da ga je Korošec prevario i nakon razgovora s njim te s pojedinim političarima o kompleksu južnoslavenskog pitanja, to pitanje pokušao ponovno učiniti predmetom rasprave na jednoj zajedničkoj konferenciji. U radu te konferencije trebalo su sudjelovati sve osobe s kojima je Korošec razgovarao tijekom svog boravka u Sarajevu radi pokušaja postizanja konsenzusa o Svibanjskoj deklaraciji, no ona se nije realizirala. Spomenuta konferencija. Štadlen je zbog toga namjeravao sljedećih dana precizirati svoja stavišta objavljivanjem jednog očitovanja u tisku koje će sasvim decidirano odbaciti jugoslavenski plan koji, prema njegovom mišljenju, nije ništa drugo nego srpska obmana. Riječ je o anticipaciji Štadlenove tzv. Protudeklaracijske izjave od 16. studenog 1917. kojom je osudio program Svibanjske deklaracije
i ponovno afirmirao svoje ideje o potrebi ujedinjenja Hrvatske zemalje i Bosne i Hercegovine te moguće priključenje slovenskih zemalja u sklopu trijalistički preustrojene monarhije. Sarkutić je s tim u vezi Burema obavijestio da je bezuspješno pokušavao Štadleru predočiti neznatne izglede njegovih trijalističkih nastojanja i razjasniti mu da se svi planovi u državnom preustroju mogu ostvariti samo u okviru dualizma. Iz ovog Sarkutićevog izvješća, kao iz njegove sveukupne korespondencije s ministrom Burjanom, tijekom 1917. očevidno je da se nalazi u iznimno teškoj situaciji pred zadaćom usklađivanja hrvatskih državnopravnih koncepcija preustroja monarhije s interesima vladajućih nacija, austrijskih Njemaca i Mađara. Djelujući u tom smjeru, Sarkutić će podržati stvaranje hrvatske državne cjeline u sklopu monarhije na subdualističkoj osnovi za koje se zauzima Pilar, a ne Štadlerovu trijalističku opciju jer je bio svjedočen da ona ne bi bila prihvaćena ni u jednoj kombinaciji državnopravne rekonstrukcije monarhije. Ujedno je nastavio ministra Burjana pridobiti za to da kao Mađar i jedan od najutjecajnijih ugarskih političara pokuša ugarskoj vladi predočiti da bi subdualističko rješenje dovelo do slabljenja južnoslavenskih afiniteta kod Hrvata, što bi znatno pridonjelo saniranju prilika u monarhiji održanju hrvatsko-ugarske države u njezinu sklopu. To mu međutim nije uspjelo, jer je od Burjana dobio samo odgovor da Pilarov program ocjenjuje dobrim, ali previše kompliciranim. Burjan je time u stvari nakon načela povoljnog mišljenja o Pilarovom planu, s obzirom na činjenicu da je taj plan uvažavao dualistički sklop, Sarkutić je dao do znanja da Mađari ne žele praviti nikakve ustupke Hrvatima, jer bi se postavljali odnose među Hrvatske i Ugarske na razinu ravnopravnih državnopravnih čimbenika i s temelja modificirao dualistički sustav. U zaključku bih naglasio da korespondencija Stjepana Sarkutića išla na Burjana iz 1917. vezana u Svibanjsku deklaraciju Južnoslavenskog kluba u Bečkom carevinskom vijeću nije samo važan izvor za upoznavanje stajališta dvaju eminentnih sudionika o raspravi o Svibanjskoj deklaraciji, nego i za proširivanje spoznaja o hrvatsko-mađarskim pogledima na mogućnost državne pravne rekonstrukcije austro-ugarske monarhije u trenutku kada su njezine kulture praktički već nestajale sa zemljovida Evrope. Zahvaljujem. És hát akkor elérkeztünk a szessziónak a gondolni időszakunk utolsó előadásához, amelyet más területekre fog átvinni bennünket. Kormann Ferenc, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum kutatása, a Monarchia horvát kezdeteinek első világháború szereplésével fog előadásra. Köszönöm szépen a szót. Nagykövető úr, igazgatóasszony, főigazgató úr, tisztelt kollégák! Az első világháború kitörésének közelgő centenáriuma által generált megkülönböztetett figyelem egyebek mellett alkalmat kínál arra is, hogy az egykori hadviselő nemzetek hadtörténeti írása szemügyre vegye saját katonaerődeik nagy háborúban nyújtott teljesítményét. Áttekintse saját nemzeti világháborús narratívája állapotát, esetleg korszerűsítse vagy újraírja azt. Etére az osztrák-magyar monarchia felbomlásával létrejött közép-európai államok illetékes szaktudományainak művelői sajátos nehézséggel szembesülnek. Ez a nehézség abból fakad, hogy nemzeteik annak idején az önálló államiságtól részben vagy egészben megfosztva nem rendelkeztek saját nemzeti haderővel. Így katonáik a sok nemzetiségű birodalom haderejének különféle alakulataiban harcolták végül állott. Ez a körülmény eleve problematikussá teszi, milyen módon illeszték bele saját nemzeti hadtörténetükbe az 1914-18 közötti korszakot, azaz, hogy mennyire tekintik saját hadtörténetük részének a nagyháborút. Ugyanakkor legalább mennyire problematikus, meg lehet találni a birodalmi narratíván belül a nemzeti mozgatokat,
Lehetséges-e az osztrák-magyar világháború szereplésén belül megmutatni a magyar világháborút? Vagy a csehet, a szlovákot, esetleg a horvátot? Ezen a ponton nyilván feltehető a kérdés, vajon van-e értelme, illetve értékosultsága ezeknek a nemzeti világháborús narratíváknak. A nemleges válasz szinte kézenfekvőnek látszik, mert mindenkinek azonnal a C.E. McCartney neveletes hasonlat jut eszébe az omletről és a belőle kivonhatatlan tojásról. És mert az osztrák-magyar hadszervezet bonyolult felépítése gondoskodott róla, hogy etnikailag homogén alkulatok lehetőleg ne legyenek a dualista haderőben, miáltal értelmetlenné vált a magyar vagy horvát hadműveletekről, cseh vagy osztrák győzelmekről, a feleségekről beszélni. Ergo a nemzeti elemek különítése lehetetlen. Amennyiben azonban eleve nem mondunk a világháborúban harcolt monarchiai nemzetek katonai teljesítményének mindenfajta számbavételéről, úgy az a sajátos helyzet áll elő, hogy az őszbirodalmi hadtörténeti narratíva teljesen homályba hagyja nem csupán a csekélyebb létszámú etnikumhoz tartozó katonák szereplését, de még a privilegizált állami keretek között létező magyarságét is. Ezt elkerülendő adta a két világháború között publikált és sajnos befejezetlenül maradt hivatalosnak szánt magyar világháborús hadtörténeti sorozat kiadója halcímként, hogy az különös tekintettel Magyarországra és a magyar csapatok szereplésére kívánja bemutatni az 1914-18 közötti eseményeket. Az ugyanakkor a 20. század 30-as éveiben megjelentett hivatalos osztrák sorozat, az Österreich Ungarns Lesztergri, ugyan nem deklarálta emberi szándékait expressis verbis, mégis elsősorban osztrák szempontból tárgyalta a világháború történéseit. Hasonlóképpen a nemrégében megjelent szlovák hadtörténet vonatkozó fejletének szerzője, a Monarchia hadseregében szolgáló szlovák alakulatok tevékenységét külön kiemelve mutatja be a világháború időszakát. Azaz, a sajátos nemzeti szempontok érvényesítése ellentétben a külön nemzeti narratívával egyáltalán nem lehetetlen küldetés. Egy horvát szempontú első világháború számvetés első lépése kétségkívül az az alakulatok számbavétele, amelyekben horvát katonák harcoltak. Az előadásom címében szereplő horvát ezredek helyett tulajdonképpen helyesebb lenne horvát szlavóniai ezredekről beszélni. Az egykori osztrák-magyar monarchia katonai szakzsargonjában az egyes alakulatok neve elé vigyeztett külön jelző ugyanis az érvényben lévő területi alapú hadkészítési rendszernek megfelelően földrajzi és nem etnikai tartalmat hordozott. Hiába sugallt ennek ellenkezőjét, a magyarországi kiegészítési ezredek magyar, nem pedig magyarországi megjelölést kaptak akkor is, ha legénységük túlnyomó részben nem magyarokból, hanem, mint például a karánysebesi 43. gyalogezred esetében románokból állt. A birodalom osztrák feléből kiegészülő formációk ugyanakkor rendre annak a tartománynak a nevét viselték, ahonnan személyi állományok sorozásra került. Mellesleg ez a gyakorlat éppen 1914-re szűnt meg. Az előző évi sematizmusban már zárójelben került az ezredév előtt földrajzi jelző, a világháború előestére pedig teljességgel el is maradt a használata. Hogy azután ezeknek a horvát szlavóniai ezredeknek az állományában mennyi volt a ténylegesen horvát nemzetiségű katona, az a katonai források alapján gyakorlatilag megállapíthatatlan. A hadsereg ugyanis, ahogy Deák István megfogalmazta, közömbös volt katonai nemzeti hozzáadásával iránt. A nemzetiségre vonatkozó statisztikai adatok a gyakorlatban az anyanyelvre vonatkoztak, és ezekben a statisztikákban a szerb és a horvát anyanyelvűek ugyanabban a rubrikába kerültek. Ezzel együtt bizonyos, hogy a horvát szlavóniai kiegészítésű ezredekben szolgált a horvát etnikumhoz tartozó katonák döntő többsége. Köszönhetően annak, hogy a birodalom horvát anyanyelvű állampolgárai túlnyomó részben horvát szlavóniai illetőséggel rendelkeztek. Az első világháborút megelőző utolsó 1910. évi népszámlálás adatai szerint ugyanakkor jelentős horvát etnikum élt Bosznia-Hercegovinában és Dalmáciában is. Az utóbbi tartományból kiegészülő 22. közös dalmát gyalogezredet, vagy a 23. és a 35. landwehr gyalogezredet, illetve a lovas dalmát országos lövészosztályt etnikai alapon nyugodtan tekinthetnénk
horvát csapattesnek. Mivel katonállományoknak jelen túlnyomó többségét valószínűleg horvátok tették ki. Ugyanakkor a boszniai-hercegovinai nyalóezredek közül még a Dalmáciával határos mosztári kerületből kiegészülő negyedikben sem kerültek többségbe a horvátok, holott itt éltek legnagyobb számban. Ha tehát arra keresik a választ, mely alakulatokban szolgáltak horvát nemzetiségű katonák a világháború folyamán, úgy elsősorban azokat az ezredeket kell számítani bennünk, amelyek hadkészítési szempontból horvát szlavón országok vármegyéjükben honos állampolgárok közül nyerték állományokat. Ezek a csapattestek részben a császári és királyi, azaz közös hadsereg, illetve hadiflotta, részben pedig a magyar királyi honvédség alárendeltségébe tartoztak. Ha a fegyver nemenként veszük sorra őket, akkor a haderő zömét képező gyalossággal érdemes kezdeni. Horváth Szlavónia területe a közös hadsereg hadkészítése szempontjából egybeesett a zágrábi 13. hadtest területével. Ehhez a hadtesthez a következő hat közös gyalogezet tartozott. A 16., 53., 70., 78., 79. és a 96. Ugyancsak innen egészült ki a 31. tábori vonás zászlóa is, de ők a 3. Váci hadtesthez kerültek beosztásra. Ami a honvéd gyalogságot illeti, a horvát szlavóniai honvéd kerület, amely idők folyamán hol a 6., hol a 5., bocsánat, 7. számot viselte, 4 honvéd gyalogezredet állított ki. A 25., 26., 27. és 28. számokat. Ez a 4 csapattest háború esetén a 42. honvéd gyaloghadosztályt alkotta, és mint ilyen, gyakorlatilag tiszta horvát hadosztálynak számított. A közös hadseregbeli horvát vezetők viszont legalábbis a végrehadrend szerint alaposan szét voltak szórva. A 6 ezred 24 zászlóalja 7 különféle hadosztály kötelékébe tartozott. A legtöbb, 9, az ágrábi 35. gyalogosztály alárendeltségében állt. A teljes 79. gyalogezred, az 53. 3 zászlóalja, továbbá egy 16-os és 96-os zászlóalja. Az SZJ 7. hadosztály a teljes 75. gyalogezreden kívül még a 70. zászlóalja, azaz összesen 5 horvát hadosztályt, bocsánat, zászlóalja tudott magáért. Elmondható ugyanakkor, hogy hadtest szinten a horvát alakulatok zöme a békehadrend szerint az ágrábi 13. hadtest alárendeltségébe tartozott. A 12 honvéd és a 24 közös gyalogászlóval közül összesen 26. Természetesen ezek az alárendelések a világháború folyamán rengeteg esetben módosultak. Lovasság alakulatok közül 5. és 12. gulános ezred egészült ki horvát szlavóniából. A tüzérségből pedig a 37-38-39. Hágytárban egysezetek, a 13. tárbani tarackos ezred, a 13. nehéz tüzérosztály és a 13. egyik tüzérezred. Ugyancsak innen nyerte állományát a 13. utázászlóval és a 13. vonatszakosztály is. A szárazföldi csapatokon kívül ne feledkezzünk meg a haditengerészetről sem, hiszen ennek állományát jelentős részben közel egyharmad arányban adták horvátok. Már most milyen teljesítményt nyújtottak a horvát katonák a világháborúban? Az efféle értékelések módszertana a hadtörténeti írásban meglehetősen kidolgozatlan. A nemzetkarakterológia katonai válfaja az egyes népek, illetve nemzetek katonáinak általános jellemzésére természetesen rendelkezik globális fogalomtárral, az úgynevezett katonai erények megléte, illetve hiánya, az alkalmazott harcmodor, a harcközben tanúsított magatartás alapján az egyes etnikumok harcosainak minősítése régóta ismert. A horvátokról élő pozitív kép jellegét tekintve mindesetre az idők folyamán nem változott, azzal együtt sem, hogy a regulális haderők általánossá válása óta a horvát katonák az uralkodó szakmai vélekedések szerint sokat szelídültek. Ám így is megőrizték magas harcértéküket. Ezek azonban valójában csupán küzdék, amelyek főleg az önreflexió szintjén keveset érnek. A gyakorlatban minden nemzet meg arról győződve, hogy saját katonái, vagy legalábbis katonai elődei a legkiváló katonai erényekkel rendelkeznek. Amikor egyik előadásomban idéztem egy ausztrál hadtörténeti kiállításra elhangzott megnyitó szavait arról, milyen katonai erényekkel jellemzik az 5. kontinensen élőket, ám mindenütt kicseréltem az ausztrált a magyarral,
Itthoni hallgatóimnak egyáltalán nem tűnt fel a dolog. Nyilván azért, mivel a két nemzet azonos katonai erényekkel rendelkezik. De gondolom, akkor sem kaptak volna rajta a turpisságon, a Szlovákiában szlovákra, vagy Horvátországban horvátra cserélem az Ausztriát. A katonai nemzetkarakterológia krisi helyett használhatjuk persze a prominens személyiségek, lehetőleg katonai dolgokban jártas szakemberek, hadvezérek vagy politikusok értékelését. A horvát katonák első világháború teljesítményéről idézhetjük például Moritz Hauffenberg királysági tábornok vélekedését. Szerinte a horvát ezredek a monarchia leginkább harcra termett, külsőre is legdarababb katonaiból kerültek ki, akik az egykori határőrvidéki katonai tradícióit otthonra hozták magukkal. A horvát katonák helytállását az osztrák hivatalos és világháború történet is kiemeli, mondván semmi kétség afelől, hogy a horvátok a világháború végéig csupa felülmúlhatatlan, még a Granitzer hagyományokon nevelődött katonát küldtek a császár királynak. Ugyanakkor érezhető a hadtörténet íráson belül az a törekvés, hogy a katonai teljesítő képességet valamilyen módon mérhetővé tegye. A kvantifikáció céljára leggyakrabban alkalmazott mutató az adott háború során meghalt katonák halálozási aránya az adott technikum egészéhez bizonyítva. Ez az eljárás abból a feltevésből veszi alapját, hogy a magas halálozási arány egyenes arányban áll a katonai helytállással. Minél magasabb egy adott közösség véradója, annál elismerésre méltó katonáinak a helytállása. Az első világháborút követően főként osztrák katonai statisztikusok számításait ismerjük a monarchia veszteségi adataira vonatkozóan. Wilhelm Winkler és Gaston Bodár gyakorlatilag azonos adatbázison alapuló számításai a soknemzetiségű birodalom etnikumainak halálozási arányszámait is feltárták. Ezekből kitűnik, hogy általában azok a nemzetek veszítettek sok katonát a harcok során, amelyeket a közvélekedés is jó katonáknak tart. Azonban az összefüggés a horvátok esetében nem bizonyult kimutatottnak. Ugyanis amíg a birodalom osztrák felében a halálozási arány 23,3 ezrelék, Magyarországon pedig 25 ezrelék, addig Horváth Szlavóniára nézve ez a mutató csupán 20,2 ezreléket tett ki. Az eltérés magyarázatára az osztrák világháború történet szerzője azt hozta fel, hogy a vonatkozó Tehát a vonatkozó statisztika nem a besorozottak, hanem a lakosságének számát viszonyítja a halottak számát. Adós maradt ugyanakkor az eltérő számítási mód alkalmazásának okával. Valójában azonban sem Winkler, sem Bodár munkáiban nincs nyoma semmiféle eltérő számítási mód alkalmazásának. Ugyanakkor tény, hogy a katonai sorozásokon alkalmasnak bizonyult fiatal emberek aránya a birodalom különböző hadkészítési kötetében eltérően alakult, ami önmagában is torzíthatja a relatív halálozási adatok és a katonai kiválóság közötti feltételezett összefüggés érvényesülését. Jellemző lehet viszont a horvátok katonai teljesítményére, milyen arányban kerültek be képviselőik az osztrák-magyar tábornoki karba. Balla Tibor nemrégében megjelent életrajzi lexikonjából megállapítható, hogy az első világháború során a monarchia haderejében a legfelső három rangosztályhoz tartozó 178 tábornokból 9 olyan személyt találunk, aki a horvát nyelvet tökéletesen bírta. Egy tábornagyot, Borjevicset, egy vezérezredest, Szárkotichot, hadgyalogsági tábornokot és egy táborszemlet. Bármilyen problematikus is esetenként az osztrák-magyar tisztikar tagjainak nem tudjuk a poltartozását megállapítani, az ő esetükben biztos elfogadhatjuk, hogy horvátnak tekintjük őket. Már most tekintve, hogy 1910-ben a monarchia hivatásos tisztjeinek haddaktól ezresig bezárólag 2,4%-a számított szerbnek vagy horvátnak, a tábornoki karban a horvát részarány a maga 5%-ával, ez kétségkívül alaposan felülmúlja. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük, Tóba!
kérdését a monarchia Orbán kezdeteiről. Ezzel tulajdonképpen végére értünk a első szekciónak. Annyi van még hátra, hogy rendelkezésünkre, miután mindenki nagyon szépen betartotta a megszabott időt, van időnk vitára is, amely 12.30-ig tarthat el. Hallottunk itt előadást a első világháborús időszak, vagy ezt megelőző időszak magyar politikai elgondolásairól. Hallottunk előadást a magyar helyzetértékeléséről már a háború vége felé. Hallottunk előadásokat a horvát-magyar viszony, illetve a horvátoknak a monarhiai helyzetével kapcsolatos politikai elképzeléseinkkel, ezeknek a megoldásának kidolgozott elképzelések, nagyon érdekes új adatok alapján másik előadásban. Tehát elég jól áll előttünk, hogy hogyan is állt az a két, szabad így mondom, sok fél volt, persze, hogy sok szereplő volt ez a két fő fél, a magyar és a horvát a közös ügyekben, vagy nem állt egymással szemben, vagy nem állt egymással szemben. Az ember a magyarként hallgatja ezeket az előadásokat, és néz szembe a bennünk hallható következtetésekkel, akkor csak döbbenetének adhat hangot abban az értelemben, hogy hogy lehettek erődeik ennyire vakok és süketek azokra a megoldási javaslatokra, amelyek akkor számukra elfogadhatatlanok tűntek, ma már azokban jól tudjuk, hogy mennyire más jövőt teremtettek volna mind a két népnek. Hát ennyi lett volna az időbíz hozzászólásom, és akkor átadnám a szót a közönségnek, amely mindentem elkezdett annyira, legalább annyira boglani, mint a monarchia a vége felé, a háború vége felé, de azért még mindig vagyunk felegen, úgyhogy tényleg hozzászólásait felállítok észrevételünket. Makkai Béla vagyok. Makkai Béla vagyok, a Református Egyetemet tanítok, Kelet-Európát, Balkánt és horvát-magyar viszony. Makkai Béla vagyok, a Református Egyetemen tanítok, Kelet-Európát, Balkánt és horvát-magyar viszony. Mivel ez a kényes kérdések szekciója, legalábbis én ösztönöm túl, előmerek hozakodni egy részben személyes problémával, ami az itt elhangzott szinte összes kérdéssel kapcsolatban hozható. Onnan kezdem, hogy négy dimenziója lehetséges a horvát-magyar viszonyvizsgálatának. Van egy nemzetközi vagy európai politikai dimenzió, van egy osztrák-magyar dimenzió, van egy horvát-magyar dimenzió, és van egy horvát kisebbségi magyar dimenzió. Ez az, annak a 100 000 bevándorolt magyarnak a problematikája, amely épp a századfordulóra kulminált, ennek a szétváláskori problématömegnek a sajnálatos megfejlődéseképpen. Ezzel kapcsolatosan készült 20 évvel ezelőtt egy kandidátusi disszertáció, ami nagyon szerencsés módon a horvát-magyar együttélés szimbiózis 900 éves évfordulójára került nyomdába. Azonban a 2002-ben megtartott zágrábi történész találkozó még a kezdetek kezdete volt, csepet sem nevezhető oldottnak a hangulat. Ugye egy két csoportban ült a két delegáció, bal oldalt a magyar, jobb oldalt a horvát. Tehát csepet sem volt alkalmas arra, hogy úgynevezett kényes kérdésekkel szembesüljön. Most azonban egyértelműen érzékelem, és azt hiszem, hogy sokunk benyomása az, hogy sokat oldódott ez a merevség, ez a távolság, sokat fogyott a két szomszéd, ha úgy tetszik, testvérnemzet között. Ezért tisztelettel kérem a két akadémia történeti intézetének vezetőit, hogy amennyiben lehetőségei, elsősorban az anyagiakra utalók megengedik, akkor ennek a kissé eddig tabunak számító problematikának a megtestesülését, erről a könyvről van szó, legalább szakmai diskurzusok formájában, hát hogy mondjam, aktualizálja. Itt arra gondolok, hogy horvát recenzió erről a könyvről nem jelent meg 20 év alatt, márpedig egy kisebb szobányi levéltári anyagot néztem át
ennek a könyvnek az elkészítésekor Niederhozában jött akadémikus vezetése mellett és Kapus László professzor szakmai támogatásával, és ennek a még mindig létező nyelvi nehézségeknek a két fél között áthidalását is szolgálna az, hogy ez az óriási miniszterelnökségi levéltári anyagtömeg, amelyben a könyvben hasznosul, ez olvashatóvá, értékelhetővé van a horvát kollégák számára is. Köszönöm szépen, ha segítenek ebben. Köszönjük a hozzászólást és a javaslatot, természetesen megfontoljuk a dolgot. Egyéb hozzászólás, észrevétel, kritika. Köszönöm. Szabó Dániel. A nagyon érdekes volt az egész, tulajdonképpen minden előadás, mert minden előadás a saját szó használatát egyfolytában kénytelen volt relativizálni. Egy olyan vitában, már úgy értem a horvát, magyar, a korabeli vitára és nem a mostanira, ami vagy kialakul, vagy nem alakul ki, ahol különböző jellegű közösségi összefogó kifejezések szerepeltek, az egyik az állam, és a másik pedig a nemzet. A magyar álláspontok alapvetően állami álláspontok voltak, amit a magyarok nemzetinek neveztek. A horvát álláspont, amennyire én látom, egy nemzeti álláspont volt, amit viszont ők államinak neveztek. Tehát így az egymással való kommunikáció már a korszakban is a félreértések tömegére épült. A szóhasználat nagyon sokszor ideológikus volt, és inkább a vágyálmokhoz, mint a valósághoz volt köze. Itt nagyon szépen lehetett ezt a szóhasználat és valóság egymás ütő voltát érzékelni, akár Bertényi kollégának az előadásában is, hogy mit mond valaki és mit csinál, típusú, ki az, aki nemzeti megközelítést hangsúlyoz, de állami csinál, és ki az, aki fordítva csinálja ezt a dolgot. Az a gyanú, hogy sokkal erősebben vigyáznunk kéne a korabeli narratívának valamiféle azonos nyelvre való, és itt nem a nemzeti nyelvekről beszélek, de azonos szókincsre való lefordítására, mert enélkül nem tudjuk a saját álláspontunkat se megérteni, nem tudjuk a saját álláspontunkat se megmagyarázni. Így fordulhat elő, hogy egy ilyen horvát-magyar viszony kérdésben horvát-magyar politikusok álláspontjának viszony a kérdésében föl sem merült, hogy azon politikusok jelentős része, akik 1918-ban akár a Monadi átszervezéséről beszéltek valamilyen formában, már 1918-ban nem 67-es, hanem egyre erősebben 48-as politikusok voltak, amikor bekezdett Sándor az önálló magyar hadseregről beszél, vagy azért, mert hiszi, vagy azért, mert úgy véli, hogy ezt kell mondani, hogy a tömegek, a katonatömegek és a politikai tömegek támogassák, akkor az egész álláspont az, hogy milyen legyen a délszláv kérdés, egy önálló magyar államnál, vagy önálló magyar államnál egészen más, mint korábban, amikor a dualizmus klasszikus képen maradt. Köszönöm. Köszönjük. Nem tudom, előadó közül akar-e valaki reagálni az észrevétel. Valóban ez a szóhasználati probléma, ez nagyon fontos, de az egész ugye onnan eredett, legalábbis horvát részről az, hogy a horvátok ugye tönkben nemzeti nemzetben gondolkodnak, de mégis államként, államjogról beszélnek. Ugye ez a horvát jogpárt
ideológusainak, Ante Starcsicsnek és Jókai Pateniknek köszönhető, mert tulajdonképpen ők, amikor a horvát nemzeti követeléseket fogalmazzák meg, akkor egy imagináris, egy fiktív horvát közjogot, horvát államjogot fektetnek le, illetve arról beszélnek, és ettől kezdve az ő számukra ez a kettő azonos. Tehát ez noha fikcióról van szó, ebben a kor horvát szereplői hisznek. És ezért ők tulajdonképpen tudatosan keverik a kettőt, vagy nem keverik, hanem tudatosan mossák egybe, vagy olvasztják egybe. Hát nyilván a korabeli magyar államjog képviselő ezzel nem értettek egyet, de mégiscsak párhuzamosan futottak itt történet. Köszönöm. Egyéb kérdés, hozzászólás. Hvala lijepo. Evo ja bih se svima zahvalio na doista dobrim predavanjima i svi mi koji smo i prošli i škole imamo iskustvo, uvijek nešto naučimo. Znači treba uvijek učiti. Uvijek se popune neke praznine. Ovdje mi je zapravo bilo drago što su bili učenici, dakle nije se raspadala monarhija, nego oni moraju ići u školu, na nastavu. Gdje sam bili su tu mladi gimnazijalci, ja ih poznam, ja sam često u školi, a oni su otišli na nastavu. Tako da, eto, jako je bilo dobro što su mladi ljudi nove generacije su tako sudjelovali ovdje i slušali. Ja bih zapravo imao pitanje vezano za možda evo, prvi svjetski rat, završetak prvog svjetskog rata, crtače geopolitičkog prostora, dakle nove Europe, iako se možda jesu rukovodili doktrinom, odnosno točkama Wilsona Woodrowa, američkog predsjednika, koje je zapravo tada bilo jako važno, pitanje samoodređenja naroda, nacija, i stvaranje Lige naroda koja je trebala biti neki način univerzalna organizacija koja je trebala kazniti narušivače mira i kršitelje međunarodnog prava, ona je bila preteča Lige naroda. Iako je imala sve najvažnije zasade, dakle, i ciljeve kao preteča Lige naroda, ona je imala dakle jako loše instrumente u provedbi, a i osnivač Sjedinjene Američke Države koje su je zapravo i osnovali, nisu je kasnije priznali. Ali prvim godinama nakon završetka mirovnih pregovora i sporazuma o prekidu Prvog svjetskog rata i na koji način je definirana su granice država i nacija, došlo je kasnije i do određenih korekcija manjih na prostoru Europe pod nadzorom eto Lige naroda, tako da je tu došlo i do nekakvih i pozitivnih korekcija, koliko se možemo to nazvati pozitivnih korekcija, ali referendumi su bili recimo u Koruškoj, gdje su bili Slovenci, Celovec, Klagenfurt, bilo je u Češkoj, u Njemačkoj, koliko se sjećam, ali mene interesira ovdje, ja bih volio, jako je Mađarska izgubila negdje oko 2/3 svoga teritorija, ona je nešto dobila. Pitanje Gradišća i Gradišćanskih Hrvata, odnosno zapravo cijelog ovog prostora, 23. godine, ja bih volio, ako se može baciti svjetlo na, evo i rekao je gospodin ravnatelj, i hrvatsko-mađarski odnos i kolege koji su postavili pitanje, dakle, Hrvati su optirali navodno da su, zahvaljujući 9 sela u Gradišću, dakle u mađarskom dijelu Gradišća, da su, zahvaljujući njihovim glasovima na referendumu, da su te granice pomaknute i da Mađarska je, dakle, kasnije došla do, malo se proširila prema zapadu. Pa ja bih molio možda sa zasebnog aspekta da se malo baci svjetlo na taj jedan trenutak. Hvala lijepa. Köszönjük, hogy követ úr.
hozzászólását, kiegészítését. Tudom, erre akarom kérdezni. Dobar dan, ja sam Željko Holjevac iz Zagreba sa Filozofskog fakulteta i ja ne bi imao pitanje, nego samo mali komentar na predavanje profesora Polmana o hrvatskim pukovnijama. Ovdje je vrlo interesantno napomenuto pitanje gubitaka i doprinosa u ratu. Mi u Zagrebu smo tek na početku toga da zagrizemo u tu jabuku i bit će na jesen i nekih konferencija i tako dalje. Ja bih napomenuo dvije stvari. Prvo, cijela priča o Jugoslavenskom odboru počinje kao reakcija na jednu izjavu grofa Tise kojom je on pohvalio hrabrost hrvatskih vojnika. A drugo, Frankova tiskara u Osijeku je 1914. i kasnije tiskala nekoliko pjesama o ratnoj tematici. Jedna od tih pjesama je otisnuta 2. prosinca 1914. kad je Austro-Ugarska vojska ušla u Beograd i kad se to poklopilo sa 66. godišnjicom vladavine Franje Josipa. Vi ste, profesore Polman, spomenuli nešto o tome kako svi narodi smatraju da su vojnički geniji. Interesantno je spomenuti u toj pjesmi tvrdi se da su upravo Hrvati bili ti koji su prvi ušli u srpsku prijestolnicu. Hvala lijepo. Igazság szerint, amikor Bolyász kollega jelentkezett,
nem rázik, mert ő a gyülekezetben is segítség. Tehát amikor Polyvác kolléga felszólalt, én azt gondoltam, hogy erre fog reagálni, mert hiszen ő a Nyugat-Magyarország belsői horvátok történetének kitűnő ismerője. De mivel nem erre reagált, azért akkor erre én válaszolok. Az a helyzet, hogy az alapvető helyzet ezek a nyugat-magyarországi horvát falvak, hát a nyugat-magyarországi 1920 után keletkezett nevű szerint Drágiscsei vagy Burgenlandi horvátok történetének, hogy ugye Magyarország javára területi bővülés nem következett be, inkább úgy fogalmazunk, hogy kisebb mértékben csökkent Magyarország területe. Ugyanis ez a terület, amiről ugye a Sopron környékén, Sopronban és környékén népszavazás volt, az magyar terület volt addig. Csak a népszavazásnak köszönhetően nem lett osztrák terület, hanem magyar terület maradt. Nos, ebben valóban szerepet játszottak a horvátok. A nyugat-magyarországi horvát falusi népességnek a jelentős része hát eléggé ugye konzervatív gondolkodásmódú volt, és a helyi katolikus plébánosok pedig Magyarország mellett érveltek. A teljes egészében azért nem mondható el a nyugat-magyarországi horvát népességre, mert főleg azok, akik Bécsbe jártak dolgozni, a munkások között azért voltak az osztrák szociáldemokrata kormányzattal szimpatizálók is. De valóban a falusi horvát népesség többsége Magyarországra szimpatizált, de népszavazásra csak Sopronban és környékén került sor. A többi horvát falut azt kérdező biztosok járták végig, mert tudakolták a lakosság érzelmeit, de itt tulajdonképpen mégiscsak inkább a Magyarország határmegállapító bizottságért az Antat közvetítéssel jött létre az a megállapodás, amivel ezek a horvát falmak végül is Magyarországhoz kerültek. Köszönjük a részrevételt. Egyéb hozzászólás, vélemény. Ha nincs, akkor engedjenek meg egy rövid hozzászólást Bosznia témájához. Én nem vagyok sajnos ennek a korszaknak a kutatója, de más témát kutatva rákukantam egy nagyon érdekes dologra, úgy nem tudom, hogy a témával foglalkozók ismernek-e, ezért még nem írtam meg sajnos ezt a cikket, ami erről szólna, de röviden elmondanám, hogy ugye elhangzott, hogy Bosznia tulajdonképpen mindenkinek kellett volna. Az osztrákok, bécsiek 1879-es rendezés talaján álltak, a különféle délszláv tervekben, a horvát tervekben is minden szerepelt Bosznia, mint a hozzátartozandó terület, és hát természetesen a magyarok is tápláltak illúziókat, terveket Bosznia iránt. Ennek volt egy nagyon érdekes megnyilvánulása 1910-es évek elején, tehát még a háború előtt. Ez pedig Talóczi Lajos nevéhez fűződik, akiről tudjuk, hogy a balkán politikájában milyen fontos szerepet játszott, és akiről intézetünk, illetve Tészláv kollégák együtt egy nagyon komoly német nyelvű kötetet hoztak ki nem régiben. Szóval ez a Talóczi, ez úgy próbálta a magyar érdekeket érvényesíteni Boszniában, hogy kihasználva a karácsonyi illet turkoló húst, aki 1908 óta Isztambulban kutatott az ő megbízásával és anyagi segítségével, hogy szerezzen egy muftit, egy fő muftit. Az volt a terve, hogy Budapesten kreál egy hivatalt, amelyet a budapesti főmuftinak neveztek volna, és neki lett volna a dolga, feladata, hogy legyen a boszniai muszlimoknak a vezetője. És ilyen módon a boszniai muszlim vallási életnek vallási központja, főhivatala tulajdonképpen Budapesten legyen. Na most Karácson a megbízást teljesítette is, fölhajtott Isztambulban egy embert, aki alkalmasnak látszott főmuftinak, ezt el is hozta Budapestre, nagyon érdekes nevű körülményei vannak, de erről most nem beszélnék, és hát elkezdődött ennek a hivatalnak a megszervezése, amire létrejött volna a háború elsodorta. Ez az Abdul Latifnak nevezett úriember aztán itt is ragadt Budapesten, és végül életét a budapesti 5-ös Loránd Tudományegyetem török rektoraként fejezte be. Minden korabeli visszaemlékező szerint egy kiállhatatlan intikus volt, aki mindenkivel összeveszett, még a nagy magyar turkológusokkal is. Úgyhogy ez lett a nagy magyar főmufti hivatal, a muszlim mufti hivatal.
annak a szóval vége. Egy mondattal kiegészíteném a Latif Fila történetet. Latif a boszniai és horvát, hát Horvátországban nem annyira, a Boszniából érkezett ösztöndíjasoknak volt a vallási gondviselője, mert minden vallásnak megvolt a maga egyházi vezetése. Úgyhogy a későbbiekben, a 10-es években Debrecenben költöztetett boszniai ösztöndíjasokat is ő lelkileg ő gondozta. Egyébként nagy nőfalú volt, úgyhogy a botránya egy része ebből táplálkozott. Köszönjük a kiegészítést, de akkor lehet, hogy közösen kell megérünk ezt a cintet. Köszönöm szépen egyéb. Ha nincs, akkor mindenkinek nagyon szépen. Nem kivált az előadóknak, hogy vállalták a feladatot, hogy itt a plenáris ülésen beszélnek, és kivált előadásukkal hozzájárultak, hogy a konferencián, nagy reményekkel épült konferencián valóban azon a színvonalon zajlódik, ahogy ezt mi vártuk. Nagyon szépen köszönöm nekik, a közönségnek nagyon szépen köszönöm, hogy velünk maradt, és akkor most ebédszünetet rendelünk el, 13:30-kor, azaz 13:30-kor két külön szekcióban folytatódnak a munkák. A munka, folytatódik a munka, az egyik a Történettudományi Intézet tanácstermében, a másik a ugyanannak az épületnek az alsó részében, a Jakobinus teremben lesz. Az előadókat és a tolmácsokat pedig most akkor várjuk egy ebédre. Sajnos a közönségnek ezt nem tudjuk nyújtani. Köszönöm szépen a figyelmüket!